Sahanabunaktu, Sahavirjankaravávahaj, Tejasvinavati, Tamastu, Mávidvisávahai, Om Shanti, Shanti, Shantihi. És akkor úgy gondoltam, hogy elkezdjük a Rámajánát, hogy nyomunk egy 3,5 másodperces filozófiai diskurzust az elején, mert tudjátok, a védáknak az az elképzelése, ezeknek az avatárosdiknak, hogy bármikor, amikor nehézség van a világon, akkor Krisna legyen avatárként, egy inkarnációként. Nagyon-nagyon sok avatár van. Van ilyen lila avatár, juga avatár, sakjavés avatár, tehát hogy valaki csak részben kapja meg a Jóistennek az erejét. Tehát nagyon-nagyon sok avatár van. Most filozófilag ebben nem fog belemenni, de hogy minden védikus írás azt mondja, hogy van 10 fő avatár, úgy hívják ezt, hogy Dása avatár, és ez a 10 fő avatárnak a 7. ráma. Most egy pár hete meg is osztottam egy ilyen antropológiai, régészeti és csillagászati kutatást, az indiaiak csinálták, és akkor ők olyan nagyjából Krisztus előtt ilyen 7000-re rakták a szemrámát, úgy emlékszem, de majd azt ma meg kell nézni. Szóval Ráma király egy nagyon-nagyon nagy király volt az védikus kultúrának, és az ő életét fogjuk elmesélni. És akkor azért írtam még az elején be azt, hogy kezdjük az eleje előtt, egy picit elejéről, mert ugye mindig onnan szokott kezdődni a történet, hogy Ráma apukája és anyukája gyermeket akarnak, de azt tudnotok kell, hogy ugye Rámának a papáját úgy hívták, hogy Dasharat. És a Dasharat az azt jelenti, hogy 10 szekér, vagy 10 harci szekér, mert Dasharat egy nagyon-nagyon-nagyon komoly harcos volt a védikus kultúrában, és azt mondták, hogy olyan volt ellene harcolni, mint hogy 10 harci szekeres harcossal harcoltál volna, mert hogy bármilyen irányból volt képes arra, hogy lecsapjon rád, és akkor nem csak ugye észak, észak, nyugat, nyugat, észak, vagy kelet, dél-kelet, és így tovább, a 8 égtáj, tehát a 4 fő égtáj, és a 4 mellékégtáj, hanem föntről és lentről is bármikor támadhatott Dasharat. És emellett, hogy ugye Dasharat ilyen hatalmas nagy harcos volt, igazából nagyon sokszor meg is hívták őt ilyen hatalmas nagy csatákba, amikor az istenek például megküzdöttek a démonokkal, nagyon sokszor küzdött az isteneknek az oldalán. És ugye így volt, amikor így hetekig, hónapokig volt az isteneknek a birodalmában, ami igazából így a védikus kultúra szerint a földi szempontból azok viszont évek, amikor ott volt, tudom, 1-2 napot harcolni, akkor itt évek. És akkor technikailag ugye egy ilyen elképesztő hatalmas királyságot harcolt ki magának, minden istenek az áldásával bírt, és így valahogy odáig fajult a helyzet, hogy neki 2 fő királynője volt, de 360 királynővel bírt, de Saratnak így a birodalma. Az egy elképesztő nagy király volt, meg egy ilyen nagy pompás személyiség, meg egy ilyen hatalmas nagy ilyen inkább ilyen kan állat, és az volt a probléma, hogy nem lehetett babuci. Ugye persze, hogyha tudjuk, hogy valakinek van 362 felesége, és nem lehet gyerek, akkor ugye nagyjából mi nyugaton azonnal el is tudjuk ezt így fel tudjuk fogni, hogy hát akkor valószínű itt papával van a baj, és nem pedig az anyukákkal. De védikusan ugye ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy hú, ebben nem fogunk bele nyugodni, hanem mindenféleképpen fogunk olyan rituálét, vagy ilyesmit csinálni, hogy ezt meg tudjuk oldani, ezt az egész helyzetet. És akkor ugye Dasharatnak ugye ez volt az elképzelés, hogy akkor ő most ilyen különböző rituálékkal, különböző felajánlásokkal, akkor ő majd egy gyermekre tesz szert. Tudatok kell, hogy nagyon a történet elején még azt is meg kell mondani, hogy Dasavatarnak ugye több olyan átok és áldás volt az előéletében, ami nagyon befolyásolja az egész történetet. Ebből az egyik például ugye az, hogy egyszer, amikor ő vadászott az erdőben, tudjátok, a védikus Indiában a királyoknak meg volt engedve a harcászat, meg a vadászat, hogy ugye ők ezzel tudták a képességeiket, meg ezzel tudták az ő harci képességeiket egy kicsit így fejleszteni, finomítani, stb. És egy alkalommal ugye Dasharat kint volt az erdőbe, és hallotta, hogy valaki iszik a pataknál. És ugye nagyon ment volt az erdő mélyen, és ő teljes mértékben úgy gondolta, hogy akkor ő most egy állatra fog rálőni, és mondta, milyen érdekes lenne, hogy csak hallás után ő akkor elküld egy ilyen célzott nyilvesszőt az ivó
állat irányába, egy a patak mentén, és kilőtt az íját, hallotta, hogy találat van, hallotta a felhörgést, a felhördülést, és akkor lassan átvágtatott a bozótoson, és ott feküdt egy fiatal fiú a mellkasában egy nyílvesszővel. És a fiú azt mondta, hogy én gyermekkorom óta jogázom, engem egyáltalán nem zavar a halál. Teljesen megbékéltem azzal, hogy akkor ez a karban, és nekem el kell hagyni a világot. Viszont az a probléma, hogy én gondoskodok az idős szüleimről, akik nagyon-nagyon idősek, és innentől kezdve, hogyha én nem vigyázok rájuk, akkor nagyon komoly nehézségeken mennének keresztül. Ezért Dasarat persze megesküdött arra, hogy gondját fogja viselni a szüleinek. A fiú meg is halt, és akkor Dasarat elment. A fiú elmagyarázta, hogy hol laknak a szülei, ő elment találkozni a szülőkkel, meggyónta nekik, hogy ő lelőtte a gyermeküket, és ekkor a szülők megátkozták Dasaratot, hogy amikor neki lesz gyermeke, akkor ő is el fogja veszíteni a gyerekét, és bele fog halni abba a szívfájdalomba. És Dasarat gondoskodott a szülőkről, de a szülők egy pár napon belül egyébként belehaltak abba, hogy elvesztették a gyereküket. Ez az egyik történet. A másik pedig ugye az, hogy ugye mondtuk, hogy ő hihetetlenül komoly erőkkel bírt, és hogy nagyon komoly csatározós volt. Ugye igazából ott van az, hogy amikor ő egyszer kint volt csatában, akkor ő nagyon sokszor úgy volt, hogy vitte persze a legnagyobb tábornokait, a legnagyobb parancsnokait, a legügyesebb harcosait, de neki az egyik feleségének, ugye Kaikeinek volt egy áldása egy szent embertől, aki amiatt neki a bal karja olyan erős volt és olyan kemény volt, mint maga a gyémánt. És ezért nagyon sokszor Kaiki úgy ment el a csatába, és egy harcos lány volt, ugye, úgy ment el a csatába Dasarattal, hogy ő volt a Dasaratnak a szekérhajtója, és többször is volt olyan történés, hogy Kaikeyi a bal karjával védte, hárította Dasarat irányába elindított támadásokat, akár nyilakat, láncsákat, mindent. De egy csatában igen, nagyon erősen meg is sérült Dasarat, és azáltal, hogy Kaikeyi a helyzet nagyon-nagyon komoly magaslatán volt, ő el is tudott úgy lavírozni a harci szekérrel ki így a csata hevéből, hogy Dasarat megmenekült, és amikor Dasarat ugye felépült, akkor ő mondta, hogy azáltal, hogy Kaikeyi megmentette az életét, ő megáldja Kaikeyit azzal a kettő ilyen áldás, hogy bármikor bármit kérhet tőle két dolgot, és ő azt minden esetben teljesíteni fogja. Ugye ez a két előtörténet. És akkor ugye Dasarat ugye babócát akart, és akkor innentől kezdve ugye elkezdődik egy másik érdekes történet a Rámajánában, hogy ugye ott vagyunk, hogy akkor Dasarat akar gyerekeket. Ugye mondtuk, hogy van két nagyon kedves felesége, Kausalaya és Sumitra, és a harmadik felesége, akit elfogadott, az Kaikeyi lett, aki igazából egy sokkal fiatalabb feleség volt, és akkor Dasarat persze azon gondolkodva, hogy akkor hát az a kan önérzet, hogy hát biztos nem miattam van a probléma, hogy nem lehet gyerekem, akkor innentől kezdve. És persze lehet egy gyereke, hülyeséget mondok, mert neki volt egy lánya igazából, Kausalájától, az első feleségétől, akit úgy hívták, hogy Santa, ami azt jelenti szanszkritul, hogy békés. És Santa egy nagyon-nagyon bámulatos hölgy volt, és igazából tehát lehetett gyereke Dasarat, de csak egy gyereke volt, egy lánya. És ugye Dasaratnak volt egy nagyon-nagyon kedves barátja, úgy hívták ezt a királyt, hogy Romapad, és ők onnantól kezdve voltak barátok, hogy gyerekkorukban együtt jártak iskolába, együtt jártak olyan védikus gurukulam iskolába, a guru családja nevezetű iskolába, mert én is jártam Indiába 10 évig, és ők is ott jártak, mert tudjátok, a védikus kultúrában maga az, hogy ilyen elvonult neveltetés, az legfőképpen általában a harcos kaszt és a pap kasztnak a kiváltsága volt, mert azt mondják a védek, hogy a négy kaszt az ketté választható így, hogy a harcos és a pap kasztnak kötelező önzetlennek lennie, míg a művész osztálynak és magának az üzleti osztálynak muszáj önzőnek lennie, különben nem tudnak majd kiemelkedőt alkotni az ő területükön. De mivel hogy a harcosok ugye nagyon sok hatalommal és pénzzel vannak így, hát nem is az, hogy megterhelve, de hogy az ő döntéshozatali mechanizmusaikra van
bízva a hatalom és a pénz. A papok, meg ugye a gondolkodók, meg tanárok, meg orvosok ugye egyértelműen ugye kötelező, hogy önzetlenek legyenek. Nekik azt mondják, hogy azért kell elmenni és más által megkapni a neveltetést, mert hogy mi szülők túlságosan puhák vagyunk, és nem tudjuk olyan szigorúan és olyan következetesen szigorúan nevelni a gyerekeinket, hogy az önzetlenséget maradéktalanul beléjük tudjuk nevelni. És akkor ezért a harcosok és a papok együtt nevelkedtek. Nekem is volt olyan gyerekkori osztálytársam Dharamsalából, Dél-Indiából, nem Északról a Dalai Láma, akik nem Dél-Indiából is, hanem Dharamsala, ahol a királynak a harmadik fia volt az egyik osztálytársam, és akkor lennünk ugye a kolostorban úgy volt, hogy egy hétig az ember főzött, az volt a szolgálata, főleg délben, reggel az a söprögetés az mindenkinek közös volt, de hogy az ilyen nagy melló, amikor több óra szolgálat volt napközben, akkor az egy hétig volt a főzés, egy hétig volt a házak, vécék, mindenek a kipucolása, kitakarítása, és emlékszem, hogy mindig mentünk egy hétig vécét pucolni, akkor mindig ott akkor a király harmadik fiának, hogy akkor ő felső, akkor most pattintjuk ki magukat, és vegyük ki vécét pucolni. És mondta, hogy azonnal uram, persze, természetesen, ez hihetetlen jó fejű szerzetes volt ő is. Szóval, hogy ők ilyeneket kapnak. Marco Grandi bejelentkezett. Hi Marco! Most akkor ezért csiszolni fogja Marco Grandi az ezért a szép magyar tudását. Szóval ott volt az, hogy akkor ők is együtt nevelkedtek egy ilyen iskolába, mert 18 éves korig a harcosok és a papok ugyanazt a neveltetést kapják, és 18 éves kortól válik nagyon markánsan szét a neveltetés. 18 éves kortól a harcosok elkezdenek nagyon sok politológiát, gazdaságtant, mindenféle ilyesmit, és nagyon-nagyon komolyan rámenni az ilyen menedzsment és vezetés irányítással kapcsolatos témakörök elsajátítására, míg a papok meg rámennek ilyen szertartástanra, meg stb., de addig a filozófiai neveltetésük az ugyanaz. Tehát technikailag egy harcos egy csomószor meg tud csinálni olyan védikus rituálékat, meg olyan mindent, amit a papok is, csak nem biztos, hogy átlátja teljes mértékben, de nagyjából tudja, hogy kell csinálni, szóval nagyon érdekes. Ugye, hogy a pap nagyon sokszor tanácsadója a királynak, tehát ő is nagyon sokszor rálát bizonyos királyi feladatkörökre. És Ramapad és Dasarat együtt jártak Vasistának a gurukulájába. Vasista az egyik nagy szentje a védikus kultúrának. Tudjátok, akkor már régebben beszéltem nektek, hogy a göncöl szekérnek az a neve, annak a csillagképnek a védákban, hogy Szapta Rishi, a hét nagy tanító, vagy a hét szent, és Vasista az egyik ennek a hét nagy szentnek. Nem beszélve arról ugye, hogy Vasista volt az első egyik gyereke Brahmának. Ha egy picit belemegyünk a védikus teremtés elméletbe, akkor tudjátok, arról már írtam nektek korábban, hogy amikor az egész univerzum megteremtődik, akkor először egy elsődleges teremtés, amikor az elemeket teremtik meg, a föld, víz, tűz, levegő, éter, tudod, igen, ego, intelligencia, stb. És aztán pedig jön Brahma, a teremtés istene, aki ezekből az alapanyagokból és alkotó elemekből megteremti a világot. És az első alkalommal, hát Brahma egyedül van, megteremt 10 gyermeket a tudatából. Őket hívják ugye a Brahma Rishiknek, ugye Brahma 10 legfontosabb fiának és szentjének. És akkor ide tartozik Vasista, ide tartozik Kasyapa, egy csomóan, akik ugye aztán később benépesítik a világot. Ez azért nem annyira tájideg, nem annyira fura, mert képzeljétek el, hogy a mai napig a nyugati genetikai kutatások azt mondják, hogy van egy Ádám génre keresztelt valami, ami technikailag egy genetikai őst tesz be mindenki fölé. Tehát most ugye nagyjából 7,5 milliárda vagyunk a Földön, és az egyetlen egy genetikai őshöz visszavezethető. Ezek annyira ilyen mindennapos történetesek, hogy azért Genghis Khan nem olyan régen volt, egy ilyen 800 évvel ezelőtt, és technikailag Genghis Khannak a genetikai állománya minden tizedik emberben benne van a világon. Minden tizedik emberbe. Most pont 200-an nézünk így ezt a videóközvetítést, tehát 20 Genghis Khan leszármazott éppen most sasolja ezt a beszélgetést. Tehát technikailag ott van az, hogy ez ennyire működik. Szóval a Brahmának is van egy olyan sztori az életem, amikor elindulod mindentől le. És Vasista az egyik első fia az első 10 gyerek közül. És Vasista asramjába járt ugye Dasarat és Ramapad.
és ugye romapádnak is ezért voltak babuci nehézségei, meg minden, és így beszélgettek, ugye sokszor egyáltalán átjártak egymás királyssal beszélgetni, és egyszer, amikor romapád Dasaratot vendégül látta, akkor megérkezett egy pap hozzá adományt kérdés. A védikus Indiában, amikor egy harcostól kért egy pap adományt, azt mindig és azonnal teljesíteni kellett. És romapád nem figyelt oda erre a papra, mert annyira el volt így Dasaratta, meg annyira el volt így a sztorizásba, hát az osztálytalálkozó volt, stb. És ezért a pap megsértődve onnan eljött, és egy annyira híres és nevezetes pap volt, nem fog eszembe jutni a neve, hogy amikor ő eljött, akkor az összes pap egy fogta majd, és elkezdte kiköltözni a királyságból. Mert ugye kérdezték, hogy mi baj, miért mész el? Azt mondja, hát nem, ez a romapad egy ilyen tiszteletlen, ilyen hülye gyerek, aztán ez. És amikor elkezdett ugye eltűnni, akkor a papok is elkezdtek elmenni. És hogy tudjátok, ugye mondtam azt nektek, hogy vannak ilyen jugavatárok, ugye vannak ilyen különböző korszakok a védákban. Ugye ez a ciklikus teremtés úgy van a védikus kúde, van aranykor, ezüstkor, részkor, vaskor. És amikor Ráma született, ugye az már a részkorban volt, és a részkorban minden egyes főbb rituálé az ilyen tűzszertartással kapcsolatos. És ugye elkezdtek a papok elmenni, és elkezdtek egyre kevesebb tűzszertartásokat végrehajtani, egyre kevesebb áldással bírt a királyság, és aztán odáig fajult, hogy egy ilyen hatalmas nagy szárazság és éhínség alakult ki ebből az egész történésből. És aztán kiderült, hogy ez az egész azért van, mert hogy maga megsértette romapad, megsértette egy nagyon nagy papot, és persze ilyenkor mindig az a megoldás, hogy akkor a paptól bocsánat kérünk, és persze az mindig működik a világban is, de ez a pap teljes mértékben eltűnt, ő úgy elvándorolt, annyira messze elment, hogy nem tudták megtalálni. És akkor azt mondták a tanácsadói romapádnak, hogy technikailag az egyetlen megoldás, hogy legalább egy olyan tisztaságú ember legyen, aki megáldja ezt a királyságot, és elvégez egy csomó rituálét, mint ez a pap. De azt tudod, hogy ez a pap egy ilyen elképesztő penge volt, ez a pap egy ilyen egész életében egy cölibátusban élő és gyakorló ilyen csoda ember volt. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen kaliberű ember találjál, technikailag az lehetetlen. És akkor mentek persze a nagy elképzelések, hogy hogy merre mentik. És ugye ez nagyjából ez mind ilyen észak-nyugat-india területén zajlott ez az egész történés. És egyszer csak felröppent az a hír, hogy egy ilyen nagyon-nagyon komoly nevezett, egy nagyon komoly szentembernek, hogy mi lehetett a neve? Szerintem Vibódaka lehetett a neve. Vibódakának van egy fia, aki technikailag soha életében nem is látott nőt, tehát nem az, hogy cölibátusban él, sosem látott nőt. Tudjátok, az a vicces, hogy tudod, hogy éppen próbálom megnézni a Google-on, hogy mi volt ennek a risinek a neve. Jaj, annyira szeretném Vibódaka legyen, de tudjátok, mindjárt ki fogjuk derülni, igen. Igen, Vibandak Rishi, igen, majdnem eltaláltam, igen. Tehát, hogy Vibandak Rishinek a fia, hogy az ők soha életében nem találkozott nővel, tehát biztos, hogy 1000% vagy tiszta. Csak ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon fura történet volt, mert ugye hát mégiscsak, hát hogy lehet, hogy Vibandak Rishinek van egy fia, hát ilyen ez hogy. És technikailag itt a védága megint több történet van. Az egyik történet az, hogy Vibandak Rishi kint ült a folyópartán, és éppen meditált, és stb. És arra jött Urvasi. Urvasi az egyik leggyönyörűbb angyalnő az egész teremtésben, és hogy kint ült a folyópartján Vibandak Rishi, ahogy meglátta ezt a gyönyörű, szép angyali táncoslányt. Hát, hogy mondjam ezt szépen, magömlése volt, ugye azonnali, és ugye hát, hogy a folyópartján volt, ez úgy bele került a vízbe, és a vízből pedig megitta egy őzike az ő magjával keveredett vizet így lejjebb a folyón. Ez az egyik verzió. A másik az, hogy ez a Vibandak nevezetű szent olyan komoly meditációkat, és olyan komoly
mindenféle ilyen elképesztő, erős, ilyen lemondásokat végzett, hogy olyan hatalommal kezdett előbérni, spirituális hatalommal, hogy Indra, az Istenek királya, ráparázott a helyzetre, hogy Úristen, ez az ember bármikor lelökhet engem a trónomra, és átveti a hatalmat az univerzumba. Ezért ő maga küldte le Úrvaszit, ezt a gyönyörű szép mennyei táncos lányt, hogy csábítsa el a Rishit, mert onnantól kezdve a Rishi nem tud foglalkozni a lelki gyakorlataival, meg hogyha megtöri az ő celibátusos fogadalmát, akkor nem lesz annyira erős ilyen lelki, ilyen ereje. És Úrvaszi azonnal látta, hogy ennél a Rishinél ő neki lehetősége nincs, esélye sincs, hogy itt bármilyen módon közelébe férkőzzenek ennek a Rishinek. Ezért ő egy ilyen cselladó ment hozzá, és azt mondta, hogy kedves Vibandak, én Úrvaszi vagyok, a mennyei táncos lány, a mennyországba élek, de engem ott mindenki egy táncos nőként kezel, soha senki nem akart engem elvenni feleségül, soha senki nem gondolta azt, hogy velem fog családot alapítani, kihasználják az én szépségemet, az én kecsességemet, de én gyereket akarok, és én soha senki mástól nem akarok, csak te tőled. És Vibandak Rishi meg azt mondta, hogy de hát ez nem működik, hát én egy gyakorló szent vagyok, én egy ilyen gyakorló, lelki gyakorló vagyok, tehát ez lehetetlen, hogy nekünk ez összejöjjön, és hogy ő fölfektette a tenyerét Úrvaszinak a hasára, és megáldotta, hogy gyermeke szülessen. És ugye hát ugye így Úrvaszi impregnálódott is, tehát ugye ott volt a babóca a hasában, de Úrvaszi azt mondta, hogy nem ezért jöttem, azért jöttem, hogy megbuktassam a Rishit, tehát ez most tök mindegy, most várandós is vagyok, tudod, igen, és a Rishi sem bukott, tehát ez mekkora hülyeség így, és ő ezt a gyerköcöt ellökte magától, és akkor ott állt Vibandak Rishi, hogy Úristen, akkor most éppen van egy ilyen magzatom, amit technikailag nem tudok mit csinálni, és ezért ő rakja bele egy őzikének a pociába, hogy úgy tudjon kifejlődni ez a magzat. És tehát mind a kettő alkalommal ugye őzike hordja ki Rishyasringi Rishit, és ő ezért a kisfiú úgy is születik meg, hogy kis szarvacskáival a homlokán. És amikor ő megszületik, akkor technikailag ugye az történik, hogy az édesapja neveli föl, és ő soha életében nem találkozik nővel. És azáltal, hogy ő egy ilyen nagyon visszafogott, ilyen szent ember mellett él, azt mondják, hogy ilyen elképesztő kapacitással bíró, ilyen agyi kapacitással, meg spirituális kapacitással bíró szent ember ő, Rishyasringi, de hogy ugyanakkor a világ legártalmatlanabb, a világ visszafogottabb, ilyen legilyen kis tündérmaci, de tudod, ez a háború esetén túszt, ez az abszurd, ilyen teljesen visszafogott, ilyen hihetetlenül aranyos lélekő. És azt mondják, hogy akkor is a Rishyasringit kell megszerezni, hogy ő megcsinálja ezeket a szertartásokat. És mindenféle bámulatos nőt küldenek be az erdőbe, de Rishyasringi nem rezonál senkire. Tehát így igen, hogy ez így nem. És az egyik nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű lány azt mondja, hogy ezt nem így kell csinálni, gyerekek, de teljesen rosszul csináljátok. És megépített a királlyal egy olyan nagy hajót, egy olyan nagy ilyen, hát inkább ilyen úszájszerűt, amire berendeznek egy asramot. És akkor ott vannak kertek, szertartásos oltárak, de mindenféle van, és megvárják, hogy ahogy rendszeresen szokott, Vibandak Rishi elmegy egy ilyen magányos meditáció, és azt mondja a fiának, hogy az asramot fenn kell tartani, le kell tartani az órákat a diákoknak, kell csinálni egy csomó rítus, azt egy csinál, apa meg elmegy, és nem sokára jön egy pár nap, pár hét múlva. És lányok, ilyen gyönyörű szép lányok beöltöznek szenteknek, és megérkeznek oda, és ezzel az uszájjal, és akkor mondják, hogy hát ők ilyen lelki gyakorlatokat végző Rishik, és pont ezért van nekik egy mozgó asramjuk, mert ők is mindenféle lelki gyakorlatokat végeznek, és hogy ez mennyire fantasztikus, és stb., és hogy ez így működik, és hogy azért jöttek, hogy találkozzanak az édesapjával, mert hogy milyen nagy ember. És ugye azáltal, hogy Rishyasringi nagyon bámulatosan szerény, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon visszafogott ember, ő leveszik a lábáról, hogy az apukáját dicsér,
megverik, stb. És aztán azt mondják, hogy miért nem jössz fel a mi asramunkra, hogy miért nem tanítasz nekünk is ilyen kis különböző rituálékat, és akkor mindegy, kérdezi Rishi Sringi, hogy de hogy lehet, hogy ti teljesen mások vagytok, hogy lehet, hogy amikor én megérintelek benneteket, vagy érzem az illatokat, nekem föláll a szőr a karomon, extázist érzek, a nyakamnál bizsereg a vérkeringés, lüktet a fülemben a vér. Hát ugye végülisképpen az történik, hogy elkezdi megérezni ez a nagyon finom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lágy női rezgést. És Dóra Kárpát írja, hogy szóval a nők veszik el a férfiak agykapacitását. Igen, mert hogy mi nők körül vagyunk, akkor elveszítjük az egész sztorit. Van egy védikus közmondás, hogy minden tudás a női mellek között lakozik, és ezt nem úgy kell érteni, hogy a nőnek a jobb és a bal cicie között, hanem azt mondják, hogy az anyánk és a feleségünk ciciei között. Tehát, hogy amikor már leváltunk anyuciról, de még nem cuppantunk rá mama cicára, így a szerelemre, addig tudunk mindent megtanulni, és minden más időpont az nekünk a kuk. Igen, szóval igazából ott van. És ugye az történik, hogy ugye így ezáltal így Sringi elkezdi élvezni a hölgyek társaságát, megérkeznek Roma Páda királynak a udvarába, az ő helyére, és akkor mindenféle szertartást bemutattat velük. És akkor nem tudom, kezdve visszatér az eső a királyságban, minden. Eközben ugye persze az is történik, hogy Roma Páda annyira megszereti Dasaratnak a lányát, és annyira-annyira sokat vannak ott, ugye Dasaraték is vele, ugye mondtam, hogy látogatóba, hogy Romapad kikanyörgi, hogy hadd fogadhassa örökbe Dasaratnak a lányát, és amikor megérkezik Sringi Rishi, akkor is megcsinálja a szertartásokat, akkor ők azt csinálják, hogy ők összeházasítják Sringit a kis szentet, tudjátok, a szarvacskákkal, meg Dasaratnak a lányát, mert természetesen ugye attól függetlenül, hogy egy csomó szép nőt fölbéreltek arra, és Sringit így érdekeltét tegyék a nők irányába, attól ők se gondolták, hogy az megfelelő lenne, hogy Sringi, aki tök ilyen kis tejbetök, hogy akkor hozzá menjen egy ilyen nagyon dörzsölt, nagyon világi, nagyon-nagyon bevállalós, nagyon ilyen komoly csajhoz, és ezért inkább oda hozzáadták, hogy a Dasarat lánya az, aki nagyon visszafogott természetű, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aranyos lélek volt. És ugye, amikor Vibhanda Krisi meghallotta ezt, akkor iszonyatot haragra gerett, úristen, akkor betrükközték a fiát, így berohan az Romapada királynak az izéjével, királyságá vagyok, és mindenkit lepofoz, meg minden megátkoz, és úgy, hogy mindenki attól koldul. De amikor látja, hogy várjál, a fiam a király, és akkor ő azt gondolja, hogy na akkor ez milyen jó, mert hogy én egy szent ember vagyok, én egy Rishi vagyok. Én nekem nem volt arra lehetőség, hogy a gyerekemnek más életet biztosítsak, mint az enyémet, de akkor milyen jó, hogy a jó Isten és a sors így rendelt el, hogy akkor a fiam királyként fog működni ebben a rendszerben. És ugye ott van a Sringi, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon komoly lélek, és akkor Dasarat azt mondja, hogy hú, hát akkor várjál, most már mi is rokonok vagyunk, én vagyok ugye egy szempontból az apósod, hogy nem tudnál megcsinálni olyan rituálét, amiben nek az lenne az eredménye, hogy nekem is szülessen gyermekem, tehát hogy valamilyen ilyen fiú gyermekem. És akkor Sringi elmegy, és akkor megcsinálja ezt a putrakámesti szertartást, és akkor ennek a szertartásnak ugye az a vége. Ugye ebben az időszakban mondtam nektek, hogy ebben a júgában, a tréta júgában ugye az egész júg, az egész korszaknak a fő szertartása az a tűzáldozat volt. Mert az első júgában, tehát maga a szatya júgában, az aranykorban, amikor 100 000 évig élt mindenki, akkor ugye maga a jóga és a meditáció volt annak a korszaknak a lelki gyakorlata, ami a legideálisabb lelki gyakorlat volt. És akkor pont ezért volt az, mert hogyha 100 000 évig élsz, és akkor te 6-8 000 évig azon dolgozol, hogy mit tudom, ilyen ászanákat kifejlesztél, mindenféle szadanákat összerakjál, az nem volt egy probléma. Igen. Meg azt mondják, hogy a szatya jógában mindenki mindent tudott teremteni a tudatával. Ú, szia, Renike, úristen, Bálfired itt van, szia, kedves, igen. Hogy
hogy mindenki mindent meg tud teremteni. Tehát te kiülthettél a hegy oldalba egy barlangba meditálni 20 000 évet, hogyha egyébként te mindent meg tudtál oldani. Ú, most akkor szeretnék reggelin egy ilyen jó mozzarellás, bazsalikumos, mit tudom, paradicsomlevest, és akkor az úgy meg volt csinálva, és akkor az ott volt előtted, és akkor ebben a korszakban ugye a jóga volt. A második korszakban, a dvápara jógában a templom imádat volt a főszertartás, és akkor tudod, akkor mindenféle nagyon-nagyon elaboráns rituálék, meg mindenféle alapanyagoknak a beszerzése, tehát ilyen izé, az egy ilyen csili-vili szertartás, az a templom imádat volt, és a tréta jugában volt maga az, hogy igenis mindenre tűzáldozat, mindenféle tűzszertartások, papam, ilyen-olyan szertartás, stb. És akkor putra kámésti, hogy akkor igen, szülessen izé, gyerek, és akkor stb. Ami júgánkban most, ugye a Kali júga van a vaskor, most nálunk az a rendszer, hogy az lenne jó, hogyha imádkoznánk ennyit, tehát hogy nem kell külsőség hozzá, nem kell hozzá semmilyen, ez megszerezni, azt megszerezni, legyen 4 papot, hogy meg tud csinálni a tűzáldozatot, ilyen nincs már ebben a korszakban, imádkozzál, az a jó, tehát igen, az a jó, tehát nekünk egy könnyítettebb a pálya, de igazából ebben a szakaszban még ugye tűzáldozatok voltak a fontos részek. És akkor bemutatja ezt a tűzáldozatot, és akkor ilyenkor azt mondják a védák, hogy ebben a korszakban, amikor jól elvégeztél egy tűzszertartást, akkor az a jó Isten, akinek te éppen felajánlottad azt a szertartást, ő maga meg is jelent a tűzszertartás végén, hogy elfogadja a felajánlásokat. És akkor, amikor az utolsó felajánlás megtörtént, persze, ugye mondtuk, hogy Rishya Sringi, ugye nagyon-nagyon Sringi, egy elképesztő tiszta lélek volt, akkor Jagya Purusa, ugye Jagya uralkodó istensége meg is jelent, és egy edénybe adott nekik tejberist. És azt mondta Dasaratnak, hogy adj a feleségeidnek ebből a tejberisből, és aki ebből a tejberisből eszik, az fiúgyermekkel fog téged megajándékozni. És akkor Dasarat ugye adott ugye Kausalajának, az ő fő királynőjének, adott Sumitrának, ugye, az ő második királynőjének, és a új hölgynek is, a fiatal Kaikének is adott. De miközben az egész sztori zajlott, egy madár alárepült, és eldobta Sumitrának a tejberizsét. Mert azt mondják, hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon szép történet szintén a védákban, hogy volt egy nagyon-nagyon aranyos ilyen angyallány, ugye a mennyországban, aki ilyen nagyon csapongó lányka volt, és ő Brihaspatinak az asramjába szolgált, a Jupiternek az asramjába szolgált, és sose tudta betartani az időpontokat, és mindig így össze-vissza repkedett, ilyen kis tündér volt, és egyszerűen valamilyen rituálét azért buktak el, mert hogy képtelen volt ez a lány időben elhozni a szertartás kellékeit, és a Jupiter, ugye Brihaspati nagyon-nagyon felideges, és azt mondta, hogy hát megátkozlak, drága szél barátos, nem egy ennyire szétszed, hogy olyan egy kis madárka, hogy a következőben szülessél madárnak, és akkor majd repülhetsz ágról ágra, azt csinálsz, hogy akarsz, egész nap tökre carefree az életed, minden, és akkor a lány nagyon beparázs, de az nem árt, tehát hogy az így tökre gáz, igen, és akkor azt mondod, hogy jó, oké, de hogy egy nagyon különleges felajánlást te meg tudsz így tapasztalni, akkor az a madár élet véges, visszatérhetsz ebben a csodálatos ilyen angyali királynői állapotodba. És amikor ahogy így elmart ez a madárka Sumitrától ezt a kis tejveris felajánlást, ő egyből vissza is tudott változni, és visszament a mennyországba, és a csőréből ki is esett ez a kis tejveris, ezt mindjárt fordítjuk, hogy miért van, de akkor ott volt, hogy a 3 fő királynő közül akkor 2 kapott tejverist, de hogy Sumitrának nem volt, mert elvitte a madár. És ezért ugye ezek nagyon persze, nagyon szép lelkű tündér, drága csillagok, ezért Kaiké is, és Kausalája is adott az ő tejverizséből. És azáltal, hogy ugye Sumitra 2-szer is ivott belőle, Kaiké meg Kausalája csak egyszer, ezért Sumitrának ikrei születtek, 2 fiú. És akkor Kausalájának megszületett a fia Ráma, Kaikének megszületett a fia Barata, és Sumitrának megszületett a fia Satrugna és Lakshmana, a 2 ikerfiú. Így született meg Ráma.
és elképesztő jó történések vannak, hogy fiatalon milyen történetek voltak az életükbe. Ugye volt, hogy Ráma, ő a holddal akart játszani, ezek mindent megkaptak. Hát képzeld, Dasarat, ugye egy hatalmas nagy király, ugye 363 feleség, 363 feleség mind körülöttük, a gyerekek körül rohangált állandóan és egyfolytában. És én elképesztő, mindenük megvolt, amit csak akarsz. Volt, hogy Ráma a holddal akart játszani, és mondták, hogy ezt nem tudjuk megoldani. És olyan szinten volt ő mérges, semmit nem fogadott el, enni, inni nem ivott semmit, ilyen izé, és akkor végül Kaikeinak eszébe jutott, hogy milyen vicces lenne, ha oda tartanának Ráma mellé egy nagy tükröt este. És akkor ott volt a holdnak a tükörképe, és akkor Ráma meg tudta simogatni a holdat, meg mindent, tehát ilyen elképesztő jó pofa és vicces történetek vannak, hogy tanultak ők harcművészetet, hogy természetesen ugye mondtuk, hogy a Rámának a papája, Lakshmanak, Satrudnak, Bharatának a papája, ugye Vasista Ashramjába járt Gurukulába, iskolába. Most ugye Dasarat az elképesztően elkényeztető apuka beköltöztette magukhoz Vasistát, a szent embert, a Palota környékére, és úgy jártak be a fiúk tanórára, hogy bejártak apának a tanárához, és akkor elképesztő történetek vannak, de Vasista, ugye ő már elején tudta, az egész sztori elején, hogy Ráma nem más, mint Krishna, és hogy Lakshmana egyáltalán nem különbözik Balarámtól, vagy egyáltalán nem különbözik Anantától, a joga istenétől, hogy Satrugna és Bharata egyáltalán nem különböznek Krishna Sudarshanjától, Diszkoszától, és Krishna Pancsajanyja nevezetű kajlókürtjétől, tehát hogy és azért elképesztő tisztelettel volt mindig Rámáig felé, pedig hát ő volt a tanár. És nagyon-nagyon sok szép történet van, erre mindjárt visszatérünk, de hogy nem messze tőlük, pedig egy másik királyságban is volt egy ilyen érdekesség, Mitilában, ott volt egy nagyon nagy király, úgy hívták, hogy Janaka, és Janakának már három lánya volt, és egyszer pedig, hát ott is valami vagy zavar volt a királyság, vagy valami nem probléma volt, de hogy technikailag megint csak két variáció a történetnek. Az egyik variáció az, hogy azt mondják neki, hogy csinálja meg azt a szertartást, hogy körbe szántja a palotáját, és akárhányszor elakad az eke, akkor neki arannyal kell megajándékozni a papokat. Valószínűleg ezt a szertartást a papok találták ki egyébként, csak viccelek, de technikailag ez az egyik verziója. A másik verzió pedig az, hogy ő reggel kimegy egy bizonyos asztrológiai napon, hogy megejtse az első úgymond kapavágást a földeken, az első szántás mozdulatot, mert hogy nagyon sok kultúrában védikusan a király teszi meg mindig az első lépéseket, így az ilyen nagy és fontos eseményeken, tehát amikor van az aratás, akkor ő aratja le az első pár kalászt, amikor van a szántás, akkor ő szántja fel az első pár métert, és akkor ilyenkor ugye megy a szántás, tehát így is úgy is megy a szántás a történetben, és egyszer csak elakad az eke. És ugye a történet ugye az, hogy akárhányszor elakad, akkor mindig ugye adja az aranyat, ugye Janaka a szenteknek, és mindig megy tovább az eke. És itt egy alkalommal nem. Leakad az eke, kiosztja az aranyat, és nem megy tovább az eke. Újra aranyat oszt, újra nem megy tovább az eke. És akkor körbeássák, hogy valami mi lehetett ez, és a földből előásnak egy dobozt, egy nagyon díszes, nagyon szép dobozt, és akkor kinyitják a dobozkát, benne van egy kislány, egy csecsemő kislány. És ez szíta, mert ugye amikor mondják a védák, hogy Krishna lejön a mennyországból, akkor ő nem csak egyedül jön, akkor hozza a testvérét, ugye látod, Lakshman hozta esetlegesen ugye a különböző eszközeit, mint például a diszkoszát, vagy a kajdókürtjét, de mindig jön vele Lakshmi is. És nagyon sok történetben ugye az szokott lenni, hogy Krishnának az idősebb testvére, Ananta vagy Balarám, ugye, amikor van a Krishna történet, akkor is Balarám egy idősebb inkarnációja, mint Krishna. Az egyetlen olyan történet, ahol Krishnának az idősebb bátyja öccsikénként jön le, az ez a Ráma története, mert ugye Ráma született meg a legidősebb királynak, királyfinak, és Lakshman született meg harmadiknak. Szóval technikailag ott van az, hogy azt mondják a védák, hogy ez azért kellett ebben a korosztályban, vagy ebben az inkarnációban, mert ugye azt mondják a védák, hogy Ráma azért jött le ebben az időszakban,
hogy azt tanítsa meg, hogy hogyan kell jó vezetőnek lenni, hogyan kell jó királynak lenni, és ilyenkor egyértelmű, hogy akkor meg kell adni hozzá az összes működtető elemet is. Tehát akkor Ráma első fiúként született le, hogy ő lehessen a király természetesen. Tehát ugye azt mondják a védák, hogy a Jóisten csak akkor jön le, és csak úgy jön le a földre inkarnációként, hogyha ezzel ő nem fogja meghazudtolni a védák által propagált tudást, a védák által lefektetett alapokat és tradíciókat, tehát akkor azért született. De sose szokott Krisna elsőként jönni, mindig jön egy olyan olyan közeli ember hozzá Mennyországból, aki ezt az egész történést előkészíti, aki azt mondják, aki megtisztítja az energiákat itt a Földön, és ezért ebben az inkarnációban Lakshmi hamarabb jött le. Krisna felesége, Vishnu feleség, Lakshmi hamarabb jött le. És ő úgy jött le erre a földre, mint Védavati. És ugye tudták, hogy Dasarat lesz az apukája Krisnának, mindenki tudta ezt, de ugye mondtuk, hogy nem jöttek össze a gyerekek. Szóval mire Ráma összejött, Védavati már egy ilyen, hát nem is tini, hanem már inkább fiatal, felnőtt hölgy volt. De azáltal, hogy a Védavati ugye ezt ő tudja, Lakshmiként, ott megvan minden tudás, ugye egy ő a szerencse istennője, látta, hogy Úristen, nekem nem lesz a férjem Ráma, hiszen hát én már idős vagyok, ilyen védikus tradícióban nem szoktak lenni, hogy egy idősebb csaj megy hozzá egy fiatalabb királyfihoz. Ezért Védavati szerzetesnek állt. És kint a Himalájának az egyik ilyen eldugott kis hegyormán végezte a meditációit. És ehhez hozzátartozik az a történet, hogy az egyik indok, hogy miért jött rá Ráma erre a világra, mert ugye mondtuk, hogy mindig azt mondja Krisna, hogy a Bhagavad Gita-ban, hogy Yadá Yadá Hidarma Sziaglánirva Vati Várati Abhutyam Sziaglánirva, még a Paritranam Sziaglánirva Vizsgálása Duskudam, hogy azért jövök le a földre, hogy megbüntessem a gonoszokat, segítsem a jókat, és hogy visszaállítsam a darmának. Ez annyira híres mantra a Bhagavad Gita-ból, hogy a Golyóálló szerzetes című filmnek a végén ezek a mantrák hangzanak el szanszkritul, tehát hogy ez annyira ilyen nagyon-nagyon-nagyon fontos versei a Bhagavad Gita 4. fejezetének. Szóval, hogy Rávana itt volt, és Rávana addigra már nagyon sanyargatta a világot, mert ugye van egy olyan történet a Védákban, ugye azért mondom, hogy nagyon az elejéről kezdünk, hogy Sanat Kumárák, tudod, vannak a négy kicsi kumára, akik Brahmának szintén az elméből született fiai, nagyon-nagyon komoly spirituális potenciállal bíró szentek ők, de ők azt mondják, hogy nem akartak részt venni ebben az egész materiális világrendszerben, azt mondják, most akkor megnövünk, ha már kamasz vagy, akkor már azt kérdezik a rokonok, hogy mikor házasodsz, az Indiában ez egy ilyen katasztrófa, tehát hogy állandóan ez a úristen házasság gyerek, ez egy ilyen teljes ilyen izé, ez mindig minden indiai viccelődni szokott, hogy az hogy milyenek az elrendezett házasságok, meg minden. Hát, hogyha megnézitek a Keleti Kényelem Marigold Hotel filmet, akkor aki kicsit egy pici rálátásodok lesz az egész történetre. És azt mondja erre a Sanat Kumar, ez a négy testvér, Sanat, Sanatana, Sanandana és Sanat, hogy Sanaka, Sanatana, Sanandana, Sanat, igen, a négy kumára. Ők azt mondják, a négy védának az istene, ők azt mondják, hogy én biztos, hogy nem fogok felnőni, biztos, hogy nem fogok házasodni, biztos, hogy nem fogok gyereket nevelni. Én inkább maradok kisbaba formában, és akkor tudok a lelki gyakorlatomra koncentrálni egész életembe. És ők egyszer így, ők olyan szinten vannak, hogy egyszer ők úgy gondolták, hogy fölmenek és meglátogatják Visnut Vaikuntán, ezért úgy gondolták, hogy akkor így a materiális világba átugrottak a spirituális világba, hogy bemennek és egy filozófia diskurzust akkor lenyomnak Narayannal. Tehát nekik ez így megy, tudod, igen, nem is olyan rossz ez a sztori. És a két kapu álló a Mennyországban, ugye, tudjátok, minden történet Indiából jön, tudjátok, nekünk is minden, tehát a Szent Péter, mint kapuőr, ugye, a Mennyországban, ez is ugye a Védákból jön, csak ott ketten vannak, hogy hívják őket a Jai és Vijay. És Jai és Vijay hirtelen egy kicsit összezavarodtak, és azt mondták, hogy várjátok, ez így nem jó, ez nem kosár, hogy egyrészt nem is tudjuk, hogy jöttök, most jöttök a materiális világból, nem volt meghalás, ebben a testben akartok bejönni a Mennyországba, itt valami nincs rendjén, de valamit át kéne így konfigurálni a történésbe, de Sanat Kumar annyira megsértődik, hogy feltartóztatják őket, hogy megátkozzák Jai és Vijayt, hogy szülessenek le a materiális világba.
Jaj, és ugye azt mondja, hogy te vicces bolond, az kizár dolog, hát ez tök nagy szíves, itt tudjuk a mennyországba élünk. Ennyire nem lehettek kegyetlenek, ti szent emberek, hogy leküldjetek minket egy helyre, ahol megszületünk, aztán majd megöregszünk, és megbetegszünk, és meg is fogunk halni, hát ez tök nagy szíves, ez biztos, hogy nem kéne ezt így nekünk így a nyakunkba sózni. És akkor persze ezek a szentek nagyon-nagyon jókedélyű emberek, és akkor azt mondják, hogy jó, visszavonni természetesen átkot nem lehet, de annyit fogok tudni érdekletekbe tenni, hogy akkor módosítom az átkot, hogy leszülettek a materiális világba, és két opciótok van. Vagy hétszer leszülettek, és mindvégig a Jóistennek a varázslatos hívei lesztek, és hét spirites élet után visszajöttek a Magyarországba, vagy megszülettek csak háromszor, de a Jóisten legbrutálisabb ellenségeinek fogtok megszületni, és maga Jóisten fog benneteket kinyírni. És akkor Jai Vijay egymásra nézek, ők testvérek, és azt mondják, hogy vicces, három élet az rövidebb, mint hét, akkor inkább vállaljuk be az ellenség szerepét. És akkor ugye az első inkarnációkban ők megjelennek, mint Hiranyakasipu és Hiranyaksa, akiket ugye Naraszimha és Varáha öl meg, Vishnu harmadik és negyedik inkarnációja. Aztán ebben a történetben megjelennek, mint Rávana és Kumbhakarna, akit Krisnának a hetedik inkarnációja öl meg, és aztán ott a következő sztoriban megjelennek, mint Sisupal és Dantavakra, ott nem testvérek, ott csak unokatestvérek. És akkor őket pedig megöli Krisna. Szóval technikailag ők bevállalják a gonoszt, bevállalják a főgonoszt, igen, akkor hamarabb visszatok jutni a mennyországba. Yeah! Ők egy ilyen gangho stálos stílusban nyomják az arcok. És akkor ők ugye leszülettek ide, mint Rávana és Kumbhakarna. És a történet az nagyon érdekes, mert ugye Rávanának az apukája egy nagyon komoly szent, Visrava, akinek a felesége Ilávati volt, és ők annyira komolyak voltak így spirituálisan, hogy az ő gyerekükként született meg Kuvéra, az Istenek kincstárnoka. És Visrava és Ilávati, ők Sri Lankán éltek a védikus időszakban, és így ezért Kuvéra volt maga a várományosa a Sri Lankai királyságnak a trónjára. De volt egy nagyon ambiciózus, mondjuk így, démon kislány, aki azt mondta, hogy ő nem akar olyan férjet, mint bárki más, vagy nem akar egy olyan férjet, akinek a fizikai ereje meg se közelíti az ő spirituális képességeit és potenciáját. Ezért ő bejelentkezett Visravának második feleségként, de úgyhogy ő elcsábította Visravát, és onnantól kezdve született nekik gyerekük, rá van a Kumbhakarna, Vibhishana, Mahirávana, még két fiú, akinek a nevére nem fog emlékezni, és Szurpanaka. Tehát, hogy hét gyerekük született, és hát Rávana ugye mind a mellett, hogy egy szent embernek a fiaként született, egy démoni anyukától, tehát hogy ő igenis Kuvérát elüldözte a királyságból, az ő apukának az első fiát, nem mint hogy ez nem történt volna meg ezerszer az európai kultúrkörben, az európai történelemben, és Kuvéra ekkor vált az Istenek kincstárnokává, mert hogy ő elmenekült Lankáról, és befogadta Indra a mennyországba, és azt mondta, hogy jó, hát akkor ilyen apával, meg ilyen anyával, ilyen pedigrével akkor téged beveszünk a buliba, és te lesz az Istenek kincstárnoka. De hogy Rávana, ugye ő így nőtt föl, hogy az apjaik nagyon komoly risi volt, egy nagyon komoly pap volt, és egyébként Rávana elképesztő tudással bírt a védek terén, Rávana elképesztő zenei talentum volt maga a vina művészetében, ő Saraswati vinán játszott, és elképesztő képessége volt a mantra mondás terén, úgyhogy azt mondják, hogy talán minden idők egyik legnagyobb számavéda tudója volt. Szóval Rávana démonként is rendszeresen meg volt invitálva különböző rituálékra, hogy ő legyen a pap, aki elmondja a mantrákat, mert a védikusan négy pap csinál mindig minden rituálét. Van a Brahmá,
a fő, a vezér, aki átlátja az egészet, van a hotri, aki berakja a gít a tűzbe, aki lapátolja be a felajánlásokat, van az udgatri, aki elmondja a mantrákat, és van az advarju, aki végülis képpen olyan, mint egy ilyen gondnok, ilyen caretaker lenne, aki tud rak a tűzre, beavatja a különböző edényekbe a különböző isteneket, ugye megrajzolja a mandalákat, tehát aki technikailag ilyen gondnokként az egészre így ráveszi az egészet, és ugye nagyon-nagyon sok rituálénál Ravanát meghívták Udgatrinak, tehát hogy az egyik pap ő volt, aki részt vett a rituálékon. Jó, persze ebből is volt galiba, mert volt, hogy ugye mondtam, hogy a Tréta Jugában az istenek megjelentek a szertartás végén, és képzeld el, amikor ment a nagy szertartás, és a szertartás végén egyszer csak megjelent Agnidév, ugye a tűzistene az ő kedvesével, Svahával, és Ravana elcsábította Svahát, Agni feleségét. Tehát azért voltak ebből gondok és problémák, hogy igen, Ravana nagyon nagy tudású pap volt, de azért ő szerette a csajokat. Igen. És ebből több ilyen különböző problémák is voltak. És Ravana egyszer, amikor jött bent így az univerzumba, ugye Ravana addigra már legyőzte az isteneket, tehát ő volt az egész univerzumnak szinte a feje, úgyhogy azért Ravana többször belefutott ilyen nagyon nagy pofonokba, de majd úgyis, amikor Vali történet előjön, akkor elmondom nektek majd úgy, meg akkor ugye Kartavirya Arjuna is elpofoszta Ravanát, tehát azért vannak jó történetek, de hogy egyszer Ravana ugye repült át ugye a Himalájak fölött, és meglátta Vedavatit, hát ugye Lakshmi Vedavatit, tehát hogy amellett, hogy egy szerzetesként élő nő volt, tehát elképesztő gyönyörűséges volt, és Ravana rámozdult Vedavatira, de Vedavati meditációban volt, és arra tért magához, hogy Ravana már belemarkolt a hajába, és húzza maga felé, Vedavati azt mondja, hogy te normális vagy, te egy férfi ember vagy, sokkal fizikai erővel bíró ember vagy, mint én, egy törékeny nő, és a fizikai erőddel akarsz engem kényszeríteni, hogy hozzád simuljak, hogy a tiéd legyek. Azt mondja, hogy milyen egy undorító, egy rohadék vagy, azt mondja, most megátkozlak, ha bármikor hozzáérsz egy nőhöz, úgyhogy ő ezt ő nem akarja, akkor a fejed 10 részé fog így szétszakadni. És Ravana ettől nagyon megijedt, és be is tartotta. És amikor Vedavati kimondta ezt a átkot, ő azt mondta, hogy különben is undorodom tőled, mert annyira undorító vagy, és hogy én most meg is tisztítom magam, és ő elégette magát. Ugye teljesen ilyen spontán gyulladásba ment át Vedavati, és ahogy égett és lángolt, azt mondta, és meg fogok jelenni a királyságodba, kisgyermekként, és amikor meg fog jelenni a királyságodba, akkor tudni fogod, hogy már nagyon-nagyon kevés időd van hátra. És hát Ravana iszonytatóan beparázott ettől. Ugye ő mint pap, ő mint spirituális potenciával bíró ember, elképesztően beérezte ezt az egész történetet. És hát ugye egyik nap, amikor Ravana otthon ott üldögélt a kertjébe, a feleségével, Mandodarival, akkor hirtelen egyszer csak azt látta, hogy egy ilyen a belső kertjüknek a tavában megjelent egy aranyló tuszvirág. És akkor azt mondja Ravana, hát azt meg kell nézni, hogy mi ez, bemászott a tóba derékig, kiemelt a lótuszvirágot, de mire már fölemelte már kétszer, akkor hát már 20-szor nehezebb, és így tényleg így kiszenvedte föl a lépcsőn, egyre nagyobb és egyre nehezebb, és amikor lerakta a földre, akkor szétnyillott ez a lótuszvirág, és ott feküdt benne Vedavatinak az inkarnációja, egy csecsemő kislány. És Ravana azonnal elvesztette a fonalat, hogy úristen, végem van, beteljesült a jóslat, nagyon kevés időm van, tehát ezért teljes kakuk, ilyen ezért. De ugye ott van a Shukracharya is ott van ugye ebben a történetben, mert tudjátok, úgy van a védákban, hogy az isteneknek a gurúja az a Jupiter, Brihaspati, a démonoknak a gurúja pedig Shukracharya, a Vénusz. És ugye ott van egy démonikus közeg, ugye Ravana, az ő egyik öccse Vibhishana, egy elképesztő szent életű ember, azt róla majd még mesélek, de szerintem a legközelebb, majd egyébként majd nagyon sokan írják, hogy hú, de hosszú meg minden, de hogyha azt gondoltok, hogy hagyjuk abba, akkor nyugodtan abba hagyhatjuk. Én azt gondoltam, most nem tudom mennyi az idő, egy órája csináljuk, még egy fél órát szerintem nyomom, és akkor legfeljebb majd csak eljutunk, így majdnem, hogy Szítának az és Rámának az esküvőjéig legalább. De próbálom. Átlátható még, amit mondok? Tehát igazából követhető még?
majd azt úgyis megvárom, hogy erre legyen válasz, de hogy mindegy, de hogy ugye, hogy rá van nagyon-nagyon megijedt, hogy úristen, végem van. És Sukracsárja, ugye, és Vibhishana, a két pap azt mondják, hogy igen, meg kell szabadulnod ettől a lánytól, de nem szabad bántanod ezt a lányt. Mert ugye mindenki azt mondja, az egész démoni közösség, hogy öljük meg, kész vége, és akkor hát elmúlik ez az átok. És Vibhishana leviszi a tengerpart, ugye Sri Lankában, ugye egy pici sziget India közelébe, teljesen körül vannak ők véve az óceán által. És akkor az történik, hogy ugye Vibhishana lemegy és felajánlja a tiszteletét az óceánnak, és azt mondja, hogy ó, óceánnak az Istenek, kérlek, fogadd el Szítát, fogadd el ezt a babát, és vigyázz rá. És akkor az óceán elkezdi vinni magával Szítát, és akkor mondja az óceán a földanyának, hogy drága, kedves földanya, hozok egy fantasztikus gyermeket, muszáj, hogy befogad magadnak, és így a földanya, hogy befogadja az óceánpartját, tehát a föld az minden egy entitás, ezért maga a földanya pont odarakja Szítát egy dobozba, oda arra a helyről a Janakának az ekéje szántja a földet, és akkor elakad, és akkor ugye kinyitják, és stb. Stb. A védikus kultúrában nagyon sok kategóriát elmondtam nektek. Ugye mondtuk, hogy van az a négy védenek az Isten, a Sanat Kumára, akkor van akkor a tíz, meg minden, de van egy másik nagyon-nagyon-nagyon szép kategória, a 12 Mahajan. A Mahajan az egy nagy ember, akik ilyen nagyon nagy spiritualisták. És Janaka, aki egyébként egy király, ő ez egyik ilyen nagy spiritualis vezető, de ide olyan kategóriák látod, mint Hanumán, mint Garuda, mint Pralád, tehát hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy hírnévnek örvendő hívők tartoznak, és ide tartozik egyébként Janaka is, ide tartozik egyébként Shiva is, meg Vyászadév, tehát hogy nagyon-nagyon komoly ez a felsorolás, és ide tartozik Janaka is. És Janaka egy nagyon-nagyon becsületes, nagyon-nagyon jámbor természetű, de nagyon nagy király volt. És Janakának az egyik elképesztő történet az életében az az, hogy ő Parasurámnak volt a tanítványa. Ő Parasurámnak volt a tanítványa, és Parasurám Krisnának a hatodik inkarnáció, tehát a pont Ráma előtti inkarnációja Parasurám Krisnának. És ugye Parasurám, tudjátok, az az elképesztő harcos, aki harcos, de papként nevelkedett. Az a vicces, hogy jaj, annyira vicces valaki, most mesélj, ameddig bírod, aztán máskor folytasd, kérlek, igen. Igen, legfeljebb már csak egy valaki nézi a közvetítést, akkor ott voltam, igen. Jó, és akkor ugye, akkor, jó, hát akkor, hogyha ez a biztatás jön, akkor abba ne hagyd, léci, oké, de aranyosak vagytok, oké. És akkor ugye Parasurámnak a története nagyon egyszerű, hogy egyszer volt egy hatalmas nagy királyság, és a királynak a papja, úgy hívták, hogy Jamadagni, egy elképesztően jó pap volt, és pont ezért, hogy ő ennyire betartotta a papi történeteknek a szabályrendszerét, ezért ő mind a mellett, hogy a királynak volt a papja, ő egy elképesztő, visszafogott, szinte már szegény életet élt. Nem messze a palotától, ez szokás volt Indiában. Tudjátok, a védikus építészetben úgy zajlik az egész történet, hogy van a városkép. Ugye, hogyha valaki már volt Jaipurban, tudjátok, hogy ott van az ilyen észak-dél-kelet-nyugatnak, futnak az utcák derékszögig, ugye hát ez lenne az ideális a védikus elképzelésben, és akkor úgy volt, hogy észak-keleten laknak a papok, észak-nyugaton laknak a üzleti kasztbéliek, dél-keleten laknak a harcosok, és délnyugaton pedig laknak a szolgák, a művészek, a sportolók, annak a kasznak a szülöttjei. És ugye általában a király mindig úgy nagyjából ez az észak-kelet, dél-kelet találkozásánál pont a keleti vonalon lakott, meg kelet, ugye az a napnak az iránya, az az irányító, vezető, harcos királyvonal. Szóval általában mindig úgy lakott a király, hogy a királyhoz már nagyon közel tudtak lakni úgy a papok, hogy egyébként az életszínvonal meg abszolút teljesen más volt. És ez volt az Jamadagni esetében is. És úgy az volt a történés, hogy Jamadagninak és a királynak egyszerre született fia.
és Jamadagni mondta is a királynak, hogy drága szép királyom, hogyha netalántán úgy néz ki, és asztrologilag úgy néz ki, hogy egyszerre fog születni a gyerekünk, behozhatnám én a fiamat a te palotádba, mert úgy is jövök papként elvégezni a te fiadnak a születési szertartást, ugye a dzsáta karma szertartást. Ez egy annyira fantasztikus asztrológiai időpontnak néz ki, amikor születnek a gyerekeink, hogy nem szeretném elbukni az asztrológiai időpontot, hogy bemegyek a kolostorba, bemegyek a palotába, megcsinálom a fiadnak a születési rituálét, és aztán nem érek haza a jó időpontba, ugye 48 percen belül szoktak mindig a jó időpontok lenni. Ez egyébként nagyon-nagyon-nagyon, valaki írt, hogy reggel 5-re megyek dolgozni, addig ráérek. Köszönöm, Erzsi. Megpróbáljuk. Szóval, hogy ez a nagyon egyszerű szertart, ez a dzsáta karma. Általában ezt én is megcsináltam mind a három babócámnak. Ugye azt szoktuk csinálni, hogy kövön összezúzunk, vagy egy pap, vagy egy, mit tudom, milyen pozíciók vannak, egy kis árpát, egy kis szezámot, és azt elkeverjük egy kis gível, meg egy kis mézzel, és akkor ezt az újszülött gyerekünknek a szájába rakjuk egy aranykanállal. Fizikailag ennek nagyon-nagyon egyszerű az indoka, amikor ezt így berakod a gyerekednek a szájába, ő másnap egybe kikakíja az egész magzat szurkot, így frutty. Igen. Nekem mind a három gyerekem le lett tolva ezzel a sztorival, és mind a három egybe kikakírta a magzat szurkot, úgyhogy nem volt ilyen fekete dzsúva pecsételgetés az a pelenkába, meg ilyesmi, hanem az úgy egybe, úgy kész. Szóval nagyjából ezt kell nekünk tudni, de spiritesen persze nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Úristen, Szadusásztra írt, megtiszteltetés, hogy itt vagy, hogy milyen országban, hogy hol lehetsz most, drága barátom, a Indiában, vagy ilyesmi. Szóval ott van az, hogy de spiritesen nagyon sok dolog van emögött, és akkor megbeszéli Jamadagni a királlyal, hogy akkor ő mind a két fiúnak egyszerre csinálna meg a rituálét az ultra-szuper-tuti asztrológiai időpontban. És maga a pap csinálja a rituálét, tehát ugye a gyerekek szinte egy időben születtek, ugyanazok a kedvező jellemzők vartanak a gyereken, meg minden, és elkezd Jamadagni egy kicsit ilyen furán gondolkodni, egy paphoz nem méltóan, egy kicsit ilyen meginogva, és azt gondolja, hogy milyen vicces, hogy itt lakunk egymástól pár száz méterre, én és a király. Szadusásztra Angliából néz, drága szép csillagom. És az én gyerekem egész életében szegénységbe fog felnőni, mint pap. Ez a másik kis kampó meg egész életében olyan gazdagságba fog felnőni, hogy elképzelhetetlen, hogy ez milyen furcsa a sors. És hogy ezzel morfondírozik, odáig fajul a dolog, hogy ő kicseréli a két gyereket. És így egyszerre van egy olyan helyzet, hogy maga a király harcost nevel éppen egy papból, míg ő maga papként visszafogott életmódot élető rendszerben papot nevel éppen egy harcosból. Ugye? Így született erre a világra le Visvámitra, és Parasurám. És Parasurám ugye ő a harcos, aki egy asramban nő föl, éppen úgy, hogy Jamadagni és Rénukának a fiaként. És egy napon, amikor ő ilyen fiatal felnőtt, 21-22 éves, ő kimegy az erdőbe fát vágni az esti szertartáshoz. És tudod, a papok asramokban laktak kint, erdőségekben, stb. Ők nagyon sokat belejátszottak az erdőgazdálkodásba, és egyébként a papok védikusan, mert ugye ők persze mindig a száraz fát gyűjtötték össze, a beteg fákat, stb. Tehát hogy az, hogy ők értettek a gyógyászathoz, értettek egy csomó mindenhez, ők azért nagyon sok mindent elláttak itt, csak így lepattanóból is. És nem véletlenül olyan jó rezgés az erdő, tehát azt a papok is szeretik, meg minden. És ő elment, hogy akkor ő most hirtelenjébe beszerzi a délutáni szertartáshoz a kellékeket. Miközben nem volt otthon, megérkezett egy ilyen fiatal herceg brigád lóháton az asramba, vadászatról, és szóltak Jamadagninak, hogy szeretnének egy kis folyadékot, egy kis vizet inni, mert hogy nagyon kitikkadtak a nagy vadászatba, a nagy harcba, meg mit tudom, mindent. És Jamadagni, aki egyébként a megingástól függetlenül teljesen jó lélek pap volt, ő elkezdte kiszolgálni a
harcosokat, ami egyébként nem szokás Indiába. Én tudjátok, én nagyon kis ifjú titán vagyok, meg nagyon gyíkhaj kis mitugrász, de engem 92-ben Puriban, képzeljétek el, kiszolgált Purinak a királya. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus bácsi, vendégsel voltunk nála, és ugye akkor én még be sem voltam avatva papként, de hogy egy nagyon-nagyon komoly szerzetessel voltunk ott Jaipataka Swamival, és ő felszolgált nekünk a saját kezével ebédet, meg vacsorát is kétszer ettünk a palotába, mert hogy ez annyira hétköznapi, hogy ő a harcos, mi vagyunk a papok, hát akkor persze, hogy ő fog egy kicsit ilyen alázatosabb állapotba kerülni előttünk. De ez így most megfordult, és ugye ez a kis herceg vadászbrigád, mind a mellett, hogy elég tisztetlen volt is, elkezdtek méltatlankodni, és hogy akkor kicsit lehet már most gyorsabban megizé. És Parasurám arra jött vissza, hogy az apja próbál felnyújtani a hercegek felé egy tál vizet, és amikor a hercegek ezt átveszik, az egyik belerúg az apjába lóhátról. Ugye mondta, hogy Parasurám, hát tudjátok, azt mondtam, hogy ő fát vágni ment, tehát hogy mi volt nála? Hát fejszert. Egyébként maga az, hogy Parasurám, az azt jelenti, hogy a fejszés ráma. Tehát ugye a ráma az azt jelenti, hogy kedvező, és hogy vonzó, és a többi. A Parasú az fejszét jelent, tehát hogy technikai ő Krisnának a baltás gyilkos inkarnációja. Tudjátok, mondják a védák, hogy 8.400.000 életforma van a világon. Ugye most mi azt mondjuk a nyugati tudósok, hogy mit tudom én, van 2 millió bogár kb. Meg ennyi 100.000 vízi állat, meg ilyesmi, de hogy ezt a védák 8.400.000-re rakják, és igazából azt mondják, hogy mind a 8.400.000-nek van Krisnának inkarnációja is, tehát gondolom, akkor van baltás gyilkos inkarnációja is Krisnának. Ez volt Parasurám, és hát Parasurám kicsit így besértődött, hogy ja, hogy a kis gyíkhaj fiatal hercegecskék éppen belerúgtak a papapámba, és hát mindegyiket megölte a fejszéjével. Persze a hercegnek a szülei azok kicsit így megkoroltak és felvonultak mindenféle hadseregekkel oda az asramhoz, most elég tételt vegyenek. Parasurám az összeset megölte a fejszéjével, és technikailag azt mondják a védák, hogy Parasurám 21 generációnyi harcost ölt meg és ritkított ki, akik gázos harcosak voltak. Tehát 21 generáción keresztül gyilkolta le a királyokat, vezéreket, mert hogy tiszteletlenek voltak, és hogy rátartiak voltak, meg hogy visszaértek a hatalmukkal, stb. 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 Tehát elég brutál történet ez. Szóval ez volt Parasurám. És Parasurám mindemellett, hogy persze egy ilyen fejszés csoda volt, hogy azt mondják a védák, hogy amikor Parasurám azzal a sebességgel gyilkolta a katonákat a csatatéren, akkor olyan gyorsan mozgott, mint az elme. Ugye az elménk sebesség, a legnagyobb sebesség, azt mondják a védák, vagy most azt gondolod, hogy én most éppen Los Angelesbe sétálgatok végig az a kínai negyed kellős közepén, akkor ott vagy. Vagy ha te azt gondolod, hogy akkor én most éppen a napon ülök és meditálok, akkor te ott vagy. Tehát ilyen az elme sebessége. Azt mondják, hogy az elme sebességével mozgott Parasurám a csatatéren, és akkor elfáradt, akkor csak olyan gyorsan mozgott, mint maga a szél. Tehát kb. Így kell elképzelni ezt. Tehát Parasurám tudta ezt. És hát ő elképesztő és hatalmas papként nagyon-nagyon komoly mantra mennyiséggel leinvitált ilyen mennybéli fegyvereket is, hogy elképesztő volt. És hogy amikor ő visszavonult, amikor megvolt ez a 21 generációnyi kiirtás, akkor képzeljétek el, Parasurám úgy vonult vissza, hogy ő mondta, hogy tovább akarja ezt a dolgot adni, de hogy ő harcos nem tanít. Tehát, hogy ő, és akkor tudjátok, ilyenkor kapta meg dróna a nagy részét Parasurám tudásának a Mahabharatában. Tudjátok, akik aztán Krisna unokatestvéreit és Krisnáikat is tanította harcolni. De hogy Parasurám hivatalosan egyetlen egy harcost tanított harcművészetre, és az Janaka volt. Szítának a papája. Szóval ilyen szinten volt Janaka tisztelt és szeretett ember, hogy még Parasurám, aki azt mondta, hogy nem tanítok harcost, is tanította őt harcművészetre. És egyébként így azáltal, hogy Janaka tanult Parasurámtól harcművészetet, ő megkapta a drága mesterétől az íját. De Parasurámnak az íját azt mondják a védák, hogy csak 300 ember tudta mozgatni.
Tehát technikailag annyira hatalmas volt, meg annyira ilyen komoly anyagokból volt összeállítva. És Janakar is úgy tartotta, hogy Janakaraja, a király vagy szent király, is úgy tartotta otthon ezt az íjat, hogy az ő templom szobájába egy ilyen alacsony, guruló ilyen asztal, szekrény, komódszerű valamin volt. Amikor a különböző rituálékra csináltak ilyen felajánlásokat, akkor ezt az ilyen kis gurulós apparátusra felszerelt nyilat egyébként 30-40 ember húzta arrébb. És a sztori kétféleképpen történik. Az egyik az az, hogy Sita még nagyon pici, pár éves, és begurul a labda a kocsi alá, és nem érik el a kis csajok, amikor bemennek a templom szobába a labdáért, és akkor Sita gyorsan felemeli az íjat. A lányok eltolják azt a kisgurulós kocsit, kiveszik alól a labdát, visszatolják, és Sita visszarakja az íjat 5 évesen, és ezt látja az apukája, Janaka. A másik pedig az az, hogy a labda fönnakad a fán, és nem bírják leszedni, és akkor Sita gyorsan beszed a templom szóval kihozza a nyilat, és a nyílnak, hogy van egy ilyen kis kurflis fégal, föl tud húrozni, avval lehúzza az ágat, amin van a labda, és akkor a labda leesik. És ezt is látja Janaka, tehát hogy technikailag ugye így azt látják, hogy amit 300 férfi ember szokott mozgatni, azt Sita 5 évesen így, hups, így simán megcsinálja, és akkor Janaka egyből megérti, hogy Sita egy nagyon különleges teremtés, és hogy valószínűleg Sita Lakshminak az inkarnációja, és akkor azt is mondja így egy ilyen nagy áldásként, hogy végülisképpen csak az a férfi lesz méltó az én lányomnak a kezére, aki ugyanúgy fel tudja emelni ezt a nyilat, és akkor ő elmondja az ő mesterének, hogy hát ő tudja, hogy Sita Lakshmi, ezért biztos benne, hogy csak és Narayan lesz az, aki majd jön, és elviszi a lányának a kezét. Tehát tudta, hogy ha szerencse istennője az ő lány, akkor csak Krisna lesz az, aki megjelenik majd férként. Tehát, hogy akkor ő ezt mondta, hogy akkor jó, ez lenne a téma. Tehát akkor ez a kihívás. Szóval így történt meg így Sitának a leszületése. És akkor persze, ugye visszatérve ugye Dasarathhoz, ugye ott Ajodjának hívják azt a részt, ahol Dasarath volt a király, és akkor ugye Ajodjában meg ugye az történt, hogy Ráma elkezdett cseperedni, és nagyon-nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolt Ráma az alattvalókkal. Ő tényleg az a király volt, akit szerettek, az a herceg, akit szerettek az alattvalók. Ugye Dasarathot egyértelműen imádta mindenki, Dasarath olyan szinten imádta a gyerekeit, hogy elképesztő, Rámával még nagyon sokszor kivételezett is, ugye maga az, hogy mondják, hogy Rámát nem csak a saját anyukája, Kausalaja kényeztette Rommá, hanem Sumitra és Kaikeyi is, tehát igazából minden nagyon jól működött az egész rendszerbe. És hát ugye 16 éves volt Rám, és hát ugye szép lassan elkezdett volna az az idő lenni, hogy akkor ő elkezd abba az irányba fejlődni, hogy átveszi az uralkodást így az apukáját a Dasarathtól. És ugye mondtuk, hogy azért abban az időszakban ezek a szentek meg itt jöttek, mentek mindenki, és egyszer csak megjelent Visvámitra. Ugye ez a szent ember, ugye az előbb meséltem el, hogy ugye Parasurám hogyan született le, Visvámitra ugye az a fiú, aki pedig harcosként nevelkedett, de valójában Jamadagninak volt a fia, és technikailag ő volt az, aki paplelkülete volt, de harcos neveltetést kapott, ugye. És ő érkezett meg egyszer csak az uradalomba. Ennek a nagyon fontos része ennek a történetnek az az, hogy ugye két nagyon nagy szent van, Vasista és Visvámitra. Vasista volt ugye Rámáéknak a tanítója, ugye Dasarath Ráma papájának is volt a tanítója, de ugye mondtuk, hogy Vasista a 0. pillanatból tudta, hogy ezek a fiúk Krisna és Krisna inkarnációi. Tehát, hogy mindent, hogy ő nagyon szerette őket, és nagyon sokat tanított nekik, hogy azért a teljes tanítást azért nem csinálta, mert azt mondta magában, hogy ezek mindent tudnak, eleve az összes tudás, ami származik
vagy ami létezik, az tőlük származik. Az eleve az én tudásom, az tőlük származik. Tehát, hogy Vasista mindent nagyon szépen nevelt ezeket a fiúkat, azért nem nagyon rakott bele ilyen maximum energiát, mert ő úgy volt, hogy hát ezek a srácok amúgy is mindent tudnak, tehát azért neki nem volt ez egy ilyen nagy, és ezért kellett, hogy Viswamitra is bejöjjön a képbe, mert Viswamitra meg viszont ilyen iszonytató erőt, ő meg átnyomta rajtuk azt a tanulást, amit kell. Ugye mondtuk, hogy ugye Viswamitra így született meg, hogy egy harcos neveltetést kapó papként. És hát ő is ugye, mint szokásos az összes történetben a Mahabharatában is mindenkinek a vadászik, és úgy jönnek a kalamájkák, hogy Viswamitra egyszer kint volt a fiatal barátaival, és a hadseregének a legjobb vadászaival vadászni, és egyszer csak belebotlott Vasistának az asramjába. És azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy itt van ez a szent ember, nem is ismerem őt, hogy akkor bemegyek, köszönök, jelezte ott az egyik fiút, hogy ez kinek az asramja. És akkor mondta a fiú, az Vasistának az asramja. Vasista nagyon komoly tanár volt, és akkor elkezdett egy gurukulát, ez egy pár év alatt tele lett, sok-sok ezer pap készült ott, és akkor ilyenkor Vasista mindig lelépett, hogy neki nem kellett ez a nagy csinnadratta meg, hogy ott ilyen nagyon nagy mesternek gondolják meg, hogy állandóan mindig 30 ezer ember körülötte ugribugrizzon, hogy akkor ő ott, hogy ő legyen a nagy góré. X idénként, hogy lelépett, amikor túl sok volt a tanítvány, akkor lelépett. De úgy, hogy amikor már voltak olyan idősek, akik tudták idős tanítani, akik tudták továbbvinni az iskolát. És akkor itt megint csak úgymond aránylag egy új asram volt, és Viswamitra még nem ismerte azt, hogy itt van egy ilyen nagyon komoly szent, és utána benézek, beköszönök, hogy mégiscsak az én királyságomban lakik ez a szent. És Vasista is nagyon örült neki, hogy fú, de jó, hogy megérkezted, drága hercegem, én is be akartam neked már mutatkozni, de hogy hát kikkel vagy itt. És azt mondta, hát nem vagyunk sok, egy pár százan vagyunk itt, tehát most ezért csak, de hogy mindenki kint vár az úton, én csak beugrottam köszönni. És akkor azt mondja a Vasista, de ilyen nincs, és lehet, hogy te vagy a harcos, és én a pap, de eljössz vendégségbe, nem kínálnak meg valamivel, azért azt ciki. Kérlek, menj ki az útra, és szólj a testvéreidnek, a vadásztársaknak, a barátoknak, a harcosoknak, hogy jöjjenek be ebédre. De hát ugye ott volt bent Viswamitra, és lehet, hogy semmi nincs ott, ez egy asram, tehát hogy van egy-két ilyen áldozati aréna, nagyon egyszerű kis kunyhocskák, tehát ilyen két-három állásos kis ilyen földbeásott tűzhely, nem lehet főzni egy akkora mennyiségű embercsoportnak, ami ott volt, de mindegy, azt mondta a pap, hogy hozza a haverokat, akkor hozta a haverokat. És amikor leültek, akkor Vasista előhozott hátulról egy tehenet az istállók területéről, a fülébe suttogott valamit, és a tehénből elkezdtek ömleni ki az ételek, a különféle italok, a sültek, a kenyerek, a rizsek, a főzelékek, stb. És Viswamitra teljesen elborult, azt mondja, de Vasista, ez micsoda? És azt mondta Vasista, hogy ez egy kámadénó, ez egy kívánságot teljesítő tehenecske, és hogy technikailag én azért tudok bárhova elmenni a világba asramot működtetni, mert hogy akkor onnantól kezdve mindig képes vagyok ellátni a tanítványaimat. És Viswamitra mindenki azt mondja neked, azt mondja, te Vasista, nekem kell ez a tehén, az kell. Adok helyette neked 1 millió tehenet, és azt mondja neked erre Vasista, hogy de ember, hát mit kezdjek 1 millió tehénen, azokat karban kell tartani, etetni, itatni, legeltetni, garnézni, stb. Azt mondja neked, ez az egy kell, azért kell ez egy, mert hogy én tényleg egy gurukulamot működtetek. A gurukulam az azt jelenti, hogy a guru családja. Azt mondja, amikor a fiúk bejönnek hozzám, ők a családommá válnak. Én vagyok a gondoskodó apuka. Én látom őket élelmiszerrel, én látom őket ennivalóval, mindennel. Viswamitra azt mondja, de te pap, barátom, akkor én elviszem ezt a tehenet, én saját magam így, akkor És Viswamitra elkezdi elhurcolni a tehenet, és azt mondja neki, Vasista, hogy te döntésed, én pap vagyok, nekem a harc az tilos, én nem fogok most harcolni. De azt mondja a kámadénő, azt mondja a tehén, Nandininek hívták, hogy de most elengedsz engem, szent. Most én veled szeretek lakni. És azt mondta, hogy hát nem, hogyha meg akarod ezt az egész sztorit vétozni, akkor rajtad múlik. És a tehén képes volt előállítani bármit és bármennyit, elkezdett előállítani egy óriási hadsereget, és elképesztően
legyőzték Visvamitrát, aki az életét ért menekülve szaladt el Vasista asramjából, és Visvamitra ugye hát pap volt, de a harcos neveltetés dúlt-fúlt, hogy úristen, most tényleg én, mint harcosnak, nekem ennyit számít az erőm, hogy bemegyek egy asramba, egy ilyen kis visszafogott drága szerzetesek mellé, közé, és akkor a szerzetesek még egy ilyen másodpercet engem így kicsinálnak, a hadseregem legjobb katonáit így pillantok alatt felőrülik, és akkor így, hát ez nem. Nekem kell ez a hatalom, ami a papoknak van, és elkezdett nagyon komoly lelki gyakorlatokat végezni, tudod, 10 000 évig egy lábon állást, tudod, ez nem evés, ilyen meditáció, olyan télen, csak melkasig merülve a jéghideg Gangesba, tudom, hogy fönt a hegyekben, ilyen 0-1-2 fokos vízbe órákat meditálni nyáron, tudod, a legmelegebb helyen Dél-Indiában, magát 5 tűzzel körbe rakva meditálni, tehát itt tényleg mindenféle borzasztó szártartást csinált végig. És egyszer csak megjelent neki Síva, és azt mondja neki Síva, hogy látom, hogy nagyon-nagyon ügyködsz, hogy drága szép emberem, hogy mit szeretnél, azt mondja, én olyan hatalommal akarok bírni, mint Vasista. Azt mondja, de barátom, Vasista egy Brahma Rishi, Brahma 10 fia közül az egyik. Nem lehetsz Brahma Rishi, csak ha nem születtél Brahmától. De megállak, legyél Rádzsa Rishi. Szerintem, hogy a Rishik közötti király, a Rádzsa Maharadzsa, az nagy királyt jelent. Visvamitra azt mondja, hogy oké, de csinálja tovább a szertartásokat, mert ő Brahma Rishi akar lenni. Hát ott benne van a harcosoknak az ilyen küzdő szelleme. És mindenféle dolgot bevedek. Indra megijed Visvamitrától. Indra leküldi Ménakát, az egyik legszebb táncos nőt a mennyországból. Ménaka elcsábítja Vasistát, Visvamitrát. Visvamitrának születik egy gyereke Ménakától, Sakuntala, amikor Visvamitra egy kicsit így magához, hogy úristen, abba hagyta a lelki gyakorlat egy gyönyörű szép nő miatt, akkor olyan szinten fölidegesedik magát, hogy olyan tűz árad ki a testéből, hogy az egész világ, mindenki teljesen megijed, hogy úristen, mi lesz, hát el fog égni az egész univerzum, annyira borzasztó. Lemennek, könyörögnek Visvamitrának, hogy hagyja abba. De a nagy tűzben elég Ménaká, és akkor ő elveszíti a spirituális képességeit, azt mondják, hogy megölted a feleséged, megöltél egy nőt, még ha nem is szándékosan, és akkor tudod, újra kezdi az egészet nulladik szintről, tudod, igen, megint több 100 000 év alatti, 10 000 év alatti fölépíti magát, megint Visvamitra, és a több, és így minden ilyen nézi. De olyan történetek vannak, hogy őrület. Van egy nagy király, Szatyavrata, és egy nagyon szép ember, egy nagyon nagy király, és egy nagyon fantasztikus uralkodó, de elképesztően elszáll magától, és odáig fajul a sztori, hogy ő 3 átkot hord magán, úgyhogy egy Trisankú után azt a király, hogy 3 átokkal bíró, és Trisankú, de vagy Vasista, az azt mondja, hogy én mennyországba akarok jutni. Azt mondja neki Vasista, hogy te egy nagyon jó király vagy, ez természetesen lehetséges. Csinál tovább ezeket a rituálékat, csinál tovább a te királyi feladataidat, gondoskodj az alatt, és fel fogsz menni Mennyországba. Azt mondja, igen, de én biztos vagyok benne, hogy ha még Mennyországba is kerülök, és ott is születek be a következő életemben, nem leszek olyan szép, mint most. Ezért arra kérlek téged, Vasista, hogy vigyél engem a Mennyországba most azonnal ebben a testben. Nincs meghalás, hanem egyből Mennyország ebben a testben. Most is az, te hülye vagy, ilyen nincs, tehát ez lehetetlen. Ez tökre természetellenes, hogy ezt hagyjuk már, tehát ez így nem normális. És így lepattintja Trisankút, és amikor Trisankú jön ki az asramból, akkor Vasistának a fiai jönnek vissza, ők éppen voltak lent a Szent folyóba, Tunga Bandrába, egy kicsit megfürdeni, meg minden ilyen rituálékat felajánlani, és akkor Trisankú oda megy hozzájuk. És Angila drága, majd visszahallgatod, ezt tudod, ez fölkerül egyből. Ez vissza, ez fönt lesz a Facebook oldalán a Bhakti Kutírnak, tehát hogy ez abszolút ott van. De mondom most, hogy páron, hogy akartok menni, bármikor abba hagyhatjuk, de még bírom. Szóval, hogy akkor Trisankú ugye megkérdezi Vasista fiait, hogy lehetne ezt, és azt mondják a Vasista fiait, én erről nem hallottam még soha,
Hát kérdezd meg apámat, hát most itt vagy az asramnak a bejáratán, hát akkor csak gyere be velünk. Azt mondja, nem, nem, én a bentről jövök ki, mert megkérdeztem apátokat, hogy azt mondta, hogy nem. És ezek annyira megmérgesednek, hogy apám azt mondja, hogy ezt nem lehet, és akkor még minket zaklatsz ezzel, tehát bele akarsz minket egy ilyen sztoriba kényszeríteni, hogy olyan rituálékat végezzünk el, amit egyébként apám nem csinált meg neked. Ez milyen deceitful, azt nem tudom, hogy mondják magyarul, ez milyen ilyen cseles viselkedés, ez nem király, ez nem egyenes ember, ez méltó viselkedés, és akkor tudod, és ők is elhajtják az egészet, és akkor aztán nem tud mit csinálni, akkor elmegy Visvamitrához, és azt mondja, hogy hát úgyis Vasistának a nagy ellenlábasa Visvamitra, pontosabban fordítva, mert Visvamitra volt, aki akarta Vasista erejét, Vasista ezzel nem foglalkozott. Tudod, hogy ő egy pap, tehát hogy most milyen foglalkozom, most valaki be van csípődve rá, vagy ilyesmi. És akkor Visvamitra azt mondja, hogy jó, akkor én megcsinálom a rituálikat, vissza fogsz menni a mennyországba, ebbe a testbe elkezdi a felajánlásokat csinálni, a tűzáldozatot nyomja be a gít, mindenféle mantrákat, és Trisankú ebben a testben elkezd emelkedni, és megy a mennyországba. Elérkezik a mennyország kapujához, és akkor oda jön Indra, és azt mondja, hogy te mit keresel itt, ember? Azt mondja, jövök a mennyországhoz, jövök. Így nem, azt mondja, koszos vagy, büdös vagy, de hülye vagy, hát én egy király vagyok, jön a földről, lett ez a legtisztább ruhák vannak rajtam, a legbecsesebb sejmek, én vagyok a legjobb illatú, pésba van rajtam, minden, azt mondja, itt a mennyországban ez büdinek számít, és így lelöki Trisankút, és akkor Trisankú zuhan vissza, Visvamitra tolja fölfelé Trisankút, Indra tolja lefelé, és Visvamitra annyira mérges lesz, hogy nem tudja bejuttatni a mennyországba, Trisankút pedig megígérte, hogy ő megteremt egy mennyország rendszert a föld és a mennyország között. Ezt mondják a védek, hogy ez egyébként a tejút. Hogy Visvamitra megteremt egy egész univerzumot azért, hogy be tudja tartani az ígéretét Trisankúnak, meg hát egy kicsit ellen tudjon dolgozni Vasistának. És akkor megint csak elveszíti az energiáidat, minden az összegyűjtés, spirituális potenciál arra megy el, hogy megteremti ezt az univerzumot. És egyébként meg ez az univerzum el is kezd szétesni, és akkor oda megy Visnu, és azt mondja, hogy ne haragudj, Visnu, elrontottam, mert hogy én így nagyjából hirtelen minden próbáltam lenni, a teremtő, a fenntartó, és ez így nem fog összejönni, és azt mondja neki, hogy a materiális világ ilyen, azt mondja neki Visnu, látod, ezt mi is három részre osztjuk, Brahmát teremti meg, én vagyok az, aki fönntartja, és Shiva fogja majd elpusztítani a materiális világot, és hirtelen mindent te próbáltad, és ez lehetetlen. És akkor Visvamitra nagyon alázatosan leborul Visnunak, és akkor rábízza, hogy fenntartsa ezt a mennyországot, és akkor Visnu fel is tartsa ezt a mennyországot. De végülisképpen úgy, hogy aztán ezt a tejútat beinvitálja a földet. Mert tudjátok, az összes ősi kultúrában a tejútnak a folytatása a földön egy szent folyó. Ugye a kínaiaknál a sárga folyó, az egyiptomi ősi kultúrában az a Nílus, és a védikusan pedig a Ganges, ami a mennyországban van, az az égi Ganges, és aztán amikor pedig bejön a földre, az a tejút folytatása. Tehát hogy az is egy nagyon szép történet, hogy ha lesz idő, majd elmesélem. Nem most, mert nagyon szétágazunk. Szóval azt mondja neki Krisna, jó, akkor én fönntartom helyette a te univerzumodat, és elfogadom a bocsánat kérésedet, és akkor kérhetsz tőlem egy áldást, majd akkor az hogy ennyire jó fej vagy, és akkor azt mondja nekem is, mint hogy azt az áldást szeretném kérni, hogy majd egyszer lehessek én a tanárod, hogy te most megtanítottad nekem ezt a nagyon fontos dolgot, és akkor egyszer hadd lehessek én is a tanárod, és akkor így lesz, hogy Rámának Visvamitra is lesz a tanára. Szóval Visvamitra ennyire durva arc, hogy univerzumot teremt meg, tehát hogy mindent, tehát ilyen teljes, de akkor megint újra kezdi nulladikról, és akkor megint eljut, és akkor aztán, amikor már minden Istennek minden mantrát felajánlott, már tud 400 ezer évig nyomott mindent, étlen szomjantól, minden, akkor mondják, hogy oké, megjelenik neki Brahma, és azt mondja, olyan, mint hogyha a fiam lennél, most már te is Brahma Rishi vagy, és erre azt mondja Visvamitra, hát ugye harcos neveltetést kapott, majd akkor leszek Brahma Rishi, amikor Vasista azt mondja, hogy én Brahma Rishi vagyok, akkor Brahma azt mondja, hogy te nem vagy normális, azt mondja, nagyon mindegy, vegyük oda. Brahma ugye kommunikál Vasistával, mert előre ugye ez a fél, hogy te jövök Visvamitrával, ez a csávó tök kész, bemutatkozott így 4 millió különböző felajánlással, és hogy mindig ott van benne az ego. És akkor Vasista azt mondja, nagyon nem baj, akkor tanítok ennek a srácnak valamit. Megjelennek ott
Visvamitra és Brahmá Vasista előtt, és Vasista felajánlja, a Visvamitra felajánlja Vasistának a hódolatát és a tiszteletét, és Vasista nem a hódolatát ajánlja föl, mint egy azonos rangú szerzetesnek, hanem az áldását, mintha a Visvamitra alacsonyabb rangú lenne. És Visvamitra nagyon megharagszik, és aztán egyszerűen csak azt érzi, hogy elszáll a haragja, és minden egyszerű, és minden nyugodt, és minden békés, és azt mondja, hogy Visvamitra, hogy ne ragudj már, de most lehet, hogy tényleg elment az egóm, meg minden, hogy te megáldottál Vasistaként. És azt mondja Vasista, hogy hát lehetséges, azt mondja, és akkor most mi lesz? Hogy most tök jól érzem magam, és hogy annyira örülök, hogy feladod a tiszteletet neked, és én teljesen elfogadom, hogy lehet, hogy én brahmarissi vagyok, de hogy én akkor is irányadban ki szeretném nyilvánítani a tiszteletemet. És akkor ezt elmondja, akkor Vasista is leborul Visvamitra előtt, mint az azonos rangú szerzetesnek. Mert azt mondja, na látod, most már brahmarissi vagy. Mert az előbb még mindig volt benned egy kis ego, hogy nekem kell kimondani, hogy te brahmarissi vagy, de most már barátok vagyunk. És innentől kezdve ők nagyon-nagyon jól együttműködésben vannak. Szóval visszatérve a Rámajánához, tudod, egy ilyen gyenge, nem is tudom, nem néztem az órát, de egy ilyen gyenge 40 perces kitérő után. És akkor ugye az történik, hogy ugye Visvamitra megérkezik a királyságban, Ráma 16 éves, és azt mondja a királynak, hogy a közelben tanyázok, szertartásokat végzek, és soha nem tudjuk befejezni a szertartásokat, mert itt a kis Kinda erdejében érve folyamatosan és állandóan mindenféle gonosztevők és démonok jönnek, és megzavarják a szertartásokat. Mindenféle hulladékot szórnak bele a szertartás tüzébe, mindenféle mocskot üvöltöznek, beszennyezik az egész légkört. Nekem két nagyon-nagyon-nagyon erős karú srácra van szükségem ahhoz, hogy ezeket a démonokat távol tudjam tartani, míg én befejezem a szertartást. És azt mondja neki Dasarat, hogy bárkit elvihetsz a királyságon, 1600 féle millió mindenféle harcoson van, mondd meg, hogy mit szeretnél, jó ijászokat, jó buzogánnyal küzdőket, bármi. És erre azt mondja Visvamitra, nem értettél engem meg, én Rámát és Lakshmant szeretném elvinni magammal. Hát ugye Dasarat, ugye az állandóan félt és örök parában élő apuka, azt mondja, ne haragudj, de ilyen nincs. Azt mondja Visvamitra, hogy a haverod pár évvel ezelőtt majdnem meghalt az egész királyság mindenféle éhénységben, meg mindenféle szárasságban, azért, mert Romapad nem akart valamit odaadni egy szerzetesnek. Ezt most be akarod kockáztatni, kis barátom. És akkor természetesen iszonyatató pánik, meg minden, de Vasista is mondja, Dasaratnak a mestere is mondja, hogy de érts már meg, hogy a fiaid jó kezekben vannak, eleve elképesztő harcosok, ugye mondtuk, hogy Vasista tudja, ő Krisna, tehát hogy ő nem fél. De hogy Visvamitrának a fennhatóság alatt, Visvamitra oltalmában hidd el nekem, Dasarat, hogy a gyerekeid a lehető legfantasztikus kezekben vannak. És hogy Visvamitra, hogy elviheti magával Rámát és Lakshmant, és ami kiérnek abba az erdőbe, ahol a Visvamitrának az akkori asramja volt, ahol az egész szertartásokat bemutatta, addig Visvamitra folyamatosan tanítja őket. És elképesztő fegyvereket ad át nekik, ilyen égi fegyvereket, tehát mindenféle, ilyen Bala és Atibala nevezető ilyen különleges fegyvereket, mert hogy ugye tudjátok, hogy a Védáknak az összes könyvét nagyjából ez a 10 szent, ez a Trisz Brahmar is írta meg. És az a vicces, hogy a Danur Védát, a harcászati részét a Védáknak, azt Vasista írta meg. Ugye a mai napig ezt lehet egy ilyen rövidített verziót kapni, a Vasista Danur Véda ilyen szanszkritból angol átfordítása, tehát ez tök zseniális. Hogy Vasista a legnagyobb fegyvereknek a birtokában volt, és mindent tudott. Hát ugye amikor Vasista és Visvamitra még a tehén révén összecsaptak, ugye az egy dolog, hogy nagyon sokszor azt mondják, hogy a tehén nyomta ki magából a hadsereg, ami legyőzte őket, de valamikor utólag van olyan történet, amikor Visvamitra megtámadja Vasistát, tudod, megszerzi az összes ilyen rajzsarisiként a fegyvereket, és akkor mindennel megtámadja Vasistát, és Vasista azzal a kis bottal, amin a szerzetesek szokták a kezüket rátámasztani, ilyen kis T-alakú bot, rárakják a szerzetesük a kezeket,
hogy ne érjen le az imaláncuk a földre, hogy nehogy a tisztátlan a földhöz érjen, tudod, igen, vagy ilyen szennyes földhöz, mint a mocsokba, ízlően a föld az tiszta. Amikor össze van szennyezve, akkor lehet piszkos, hogy nagy a szent imalánc leérjen oda, és csak ezzel a kis mantrázó kis botjával kivédi az összes támadásnak, az összes fegyverét, Visvamitra. Tehát Vasista sokkal nagyobb ember volt harcászatban, mint Visvamitra, de hogy ugye mondtuk, hogy ő nem igazán tanította a rámáékat ilyen teljes elánnal, mert ő azt gondolta, hogy ezért, hogy ők úgyis mindent tudnak, hát felesleges, de így viszont Visvamitra elkezdte megtanítani a legkülönösebb fegyvereket, meg minden ilyennek a használatát így Rámának és Laksmannak. És akkor persze ez is egy borzasztó hosszú történet, mert hogy ugye amíg oda mennek a helyre, addig is történnek elképesztő dolgok, mert például találkoznak Tarakaszurával. És Tarakaszur egy ilyen elképesztő nagy démon, aki egyébként meg szintén egy ilyen megátkozott ilyen égi lény, aki technikailag ugye bele vannak kényszerítve ebbe a világi életbe, hogy démonként éljen itt, és akkor ugye, ahogy Ráma és Laksman rálőnek, az íjukkal nem ölik meg, csak rálőnek, akkor kiszabadul ő ebből az izéből, ebből a megátkozott létből, tehát hogy eleve már ez is egy csomó történet, de most nem akarok ennyire szétaprózódni, és akkor ugye eljutnak ők, Visvamitrával, Laksman és Rám, Visvamitra asramjába. És akkor elkezdik megcsinálni a rituálét a papok, jönnek a démonok, hogy mindenféleképpen összeszennyezik ezt a rituálét, meg a szokásos módon mindenféle borzadályokat csináljanak, és akkor ugye Laksman és Rám, ők megvédik az összes mindenféle támadástól az áldozati tüzet. És akkor ugye különbözők vannak, különböző testvérek, ugye mondjuk, hogy Rávanának, és Kara és Dusana vannak ott, akik ezt az egész dolgot csinálják, és Karát meg is öli Ráma ebben a helyzetben, amikor védik a tüzet. Most csak a nevüket nézem, mert nem volt olyan biztos, de gyorsan beért a nevüket. Dusana viszont elmenekül. És mindent, hogy Dusana elmenekül, ott van még Szurpanaka is, és Szurpanaka, ugye ő nem látja, hogy elmenekül a másik testvére, és ezért oda megy Rámához, és Laksman és azt mondja, hogy mind a két fiú testvéremet megöltétek. Ilyen védikusan nincs, hogy én ilyen messze vagyok az otthonomtól, és nem vagyok védelem alatt. Ugye mindig azt mondják a védák, hogy a hölgyeket mindig és mindenkoron védeni kell. Gyerekkorukban ugye a bátyjuk és az apjuk fontos, hogy védjék őket, házaskorukban pedig a férjük, és amikor a férjük meghalt, akkor pedig a legidősebb fiúgyermekük. Ugye nincs fiúgyermekük, akkor a lányaiknak a férjei fognak róluk gondoskodni. És ez nem azért fontos, mert a nők nem tudnak magukról gondoskodni, hanem azt mondják, hogy ez azért fontos, mert nekünk férfiaknak is megadódik ezzel az a szerencse, hogy mi gondoskodhatunk egy nőről. Ez nekünk férfiaknak kell ahhoz, hogy én érezzem azt, hogy én férfi vagyok, ez a kanérzet. Ugye mindig azt mondják a védák, hogy egy férfi addig férfi, ameddig tud gondoskodni valakiről, mert az az a principium a férfiúnak, hogy én gondoskodok valakiről. És egy nő addig nő, ameddig őról gondoskodnak, tehát ameddig ő körül van ugrálva, körül van szeretgetve. Ugye nagyon sokszor látsz Indiában, szent helyeken, hófehér ruhába, hófehér száriba öltözött nőket, ők az özvegyek. Ők azért is mennek el ilyen szent helyekre, úgymond meghalni, és azért is csinálják azt, hogy nem kell róluk gondoskodni, mert ők azt mondják, hogy akkor én már nem akarok nő lenni, én már lélek szintjén akarok működni, lelki gyakorlatokat akarok végezni, hogy mire eljön az időm, és meg kell, hogy halljak, addigra a lelkileg emelkedett legyek, hogy akkor lezárja ezt az egész sztorit, nincs újraszületés, nincs további bohockodás a materiális világba, megyek vissza mennyországba. Tehát egy férfi addig férfi, ameddig tud valakiről gondoskodni, egy nő addig nő, ameddig róla gondoskodva vannak, abban az értelemben, hogy körül vannak udvarolva, szeretgetve vannak, kényeztetve vannak. Ezért van az nagyon sokszor, hogy
hogy amit mi képzelünk a lelki tanító mesterről, az nem működik. Mi azt gondoljuk, hogy a lelki tanító az olyan kell, hogy legyen, mint az apám, aki gondoskodik meg ilyesmiről, de legtöbbször egy guru, ő már emelkedett, ő már nem működik férfiként, ő nem gondoskodik, ő már lélek, ő már azt gondolja, hogy mindenki amúgy is gondoskodva van, a Jóisten mindenkiről gondoskodik. És ez nagyon sokszor milyen majom szeretettel szeretjük a mestereinket, és már nagyon fel vagyunk háborodva, hogy a mesterünk esetleg nem gondoskodik mindenünkről. Persze ott van az, hogy a mester tud gondoskodni rólunk, de azt általában idősebb tanítványain keresztül teszi meg azt, hogy gondoskodik a fiatal tanítványairól. Tehát igazából a mesternek, a tanítványának is nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy a fiatal tanítványokról gondoskodjanak. Igen, szóval ez egy nagyon érdekes történet. De hogy ugye így Szurpanak azt mondja a Rámának és Lakspanak, hogy ez így nem jó, ezért. És Szurpanaka nagyon beleszeret Rámába, és azt mondja neki, hogy lehetne úgy is gondoskodni rólam, hogy akkor most egybe kelünk. Mert tudjátok, a védikus rendszerben lehet úgy házasodni, mint a papok, mint a harcosok, lehet úgy házasodni, mint a démonok, mint az angyalok, stb. A védikus asztrológia, vagy a védikus kultúrában azért van ez a... Tehát nagyon sokszor lehet hallani ezt, mert nagyon sokszor ezt mondogatják, hogy az indiai esküvő az 7 életig tart. Azért tart 7 életig az indiai esküvő, az indiai esküvőben 7féleképpen házasodnak meg az egybekelők, megházasodnak, mint harcosok, mint papok, mint angyalok, mint démonok, mint istenek. Hűha! Most 5 jön össze a 7-ből, de tudjátok, már mindjárt 10:30. Szóval a démoni házasság az, hogy elrablod a csajt otthonról, és azt mondja Szurpanaka, hogy nekem még van otthon testvérem, csak messze vannak, hogy raboljál most rám, vigyél magaddal, és akkor én leszek a feleséged. De Ráma nem akarja a Szurpanakát, és ugye elkezdik így viccelődve mondogatni rám, hogy elkezdik húzni Lakshmant. Na, Lakshman, bevállod a csajt, meg mindegy, elkezdnek így viccelődni, és Szurpanaka nagyon megharagszik rájuk, és megtámadja őket. És Lakshman egyáltalán nem akarja bántani Szurpanakát, véletlenül se szeretne kárt tenni egy nőbe, de annyira megtámadja őket, tényleg ilyen veszedelmesen, meg ilyen halálosan, hogy Lakshman egy ilyen móresre tanítás véget levágja Szurpanaka órát, és akkor Szurpanaka teljesen kikészül, hogy ez van, és utána Szurpanaka még egyébként hónapokon keresztül jár utánuk, meg leskelődik utánuk, meg nagyon akarja Rámát, és amikor Ráma elveszi Szítet, akkor készül ki teljesen Szurpanaka, és akkor van az, hogy rá van át a bátyát, rászadítja, hogy rabolja el Szítát, meg minden. Szóval ez még jön ez a sztori. Szóval, hogy ez történik, hogy akkor ott, akkor ők minden megvan, megtörténik az egész történés, bevédik a szertartást, Viswamitraék és a papok be tudják mutatni a szertartást, közben még meg is ölték izét, a fura Kara nevezetű démont, ezért Dushan elmenekült, Szurpanaka elmenekült, stb. És akkor elindulnak visszafelé. Azt mondja Viswamitra, hogy nagyon köszönöm, srácok, a küldetésetek meg lett ezáltal oldva, de ezáltal az ő küldetése is, mert taníthatta a Jóisten, másrészt meg áthatott egy csomó tudást, amit ők Vasistától nem kaptak meg. És akkor mennek visszafelé, akkor van az, hogy hallják, hogy hups, van egy Svayamvara szertartás Mitilában. És azt mondja Viswamitra, hogy Ráma, te leszel a következő király. Itt az ideje elkezdeni, kiépíteni nagyon-nagyon-nagyon jó szövetségesi viszonyt. Ugorjunk be Mitilába, megnézzük, hogy mi a pálya. Ha legfeljebb van Svayamvara, és megnyered, akkor te a tiéd a csaj. És akkor Ayodhya királya, és Mitila királyának a gyermekei egybe kelnek, és akkor ezzel megegyeznek. A Svayamvara az azt jelenti egyébként, hogy párviadal, mert régen a védikus rendszerben úgy voltak a leánykérések harcoséknál, hogy megküzdöttek a csajokért. Tehát egy lány eladó sorba került, a környező hercegségek, uradalmak, királyságoknak a fiai összegyűltek, és életre szóló halálos harcot vívtak, és aki talpon maradt, az utolsó ember, aki életben maradt, ő vihette a csajt. Szóval amikor azt mondjuk, hogy a védikus
kultúrában hétféle házasságot ünneplünk meg. Az a része a házasságnak, amikor kaptak egy piros vonalat ide a hajtövükbe, a lányok meg egy piros pöttyöt a fejükre, az a harcosoknak a kultúrájából származik, és azért piros, mert a harcosok a legyőzött ellenfelenek a vérével festették fel a bindit, és a vérével festették fel ezt a csíkot a hajválaszukba a lányoknak, ezzel is szimbolizálva azt, hogy a lányok be vannak védve. Szóval a Svayamvara az azt jelenti, hogy ez egy párviadal. És akkor elmentek erre a párviadalra, és hát ugye mondtam már nektek ezt a történetet, Janaka azt mondta, hogy nagyon egyszerű lesz a párviadal, hogyha a fiú fel tudja emelni a nyilat, és fel tudja húrozni, akkor viheti a lányomat. És hát mindenféle király összegyűlt, mindenféle herceg, mindenféle uradalomnak a apraja, nagyja, mindenki megpróbálta ezerszer mindenféle ilyen, olyan, amolyan. És természetesen megjelent Rávana is, ugye? Rávana azt gondolta, hogy fú, milyen fantasztikus az, hogy akkor most egy ilyen nőt meg tudok szerezni, mert ugye Szitának a szépsége, meg Szitának a fantasztikussága az ugye szélesebb világban ismeretes volt. És Rávana egyébként majdnem meg is emeli ezt az íjat. És hát addig mindenki csúfosan elbukik, tehát meg se tudja mozdítani, meg összeestek, meg minden. És Szita nagyon lenézően és lekezelően tekint Rávanára, és amikor Rávana megemeli azt az izét, azt a nyilat, akkor Szitának a tudatában átmegy az a gondolat, hogy Úristen, ha fölemeli az íjat, én akkor sem leszek az ő felesége, és ez egy rossz karma, és ezért van az, hogy Szita is fogja rabolni Rávana, ezzel úgymond Szita beágyazott ennek a történetnek, mert egy harcosnak akkor sem szabad visszamenni az ígéretén, hogyha ez úgy néz ki, hogy kényelmetlen lesz. És tudjátok, ebben a júgában még kaptunk azért is visszahatást, ha valamire gondoltunk. Ugye azt mondják a védák, hogy a mi júgákban, a vaskorban, ha rosszra gondolunk, azért nem kapunk még jó karmát. Tehát bárkit nyugodtan el lehet küldeni a búzsba belül, hát ahogy a feszültséget. De ha kimondjuk, ha teszünk annak érdekében, hogy valakinek ártsunk, azért már jár karma. Tehát, hogyha fizikális világba elkezdjük azokat a kis vertiket beindulni, hogy valakinél elégtételt vegyünk, beszóljunk, tudod, keresztbe tegyünk, azt már megszívjuk, de amit gondolunk, azt még nem. És Szita emiatt ugye már kapott rossz karmát, de rá van a szerencsére nem tudja megemelni ezt az egész nyilat. És jön Ráma, és Ráma megemeli a nyilat, és nem csak, hogy megemeli, amikor felíjazza, vagy felhúrozza az íjat, akkor ketté is töri ezt a nyilat, és tudod, mindenki azonnal elismeri, hogy fú, akkor Ráma mekkora nagy Janaka, Szita papája, az teljes mértékben szétcsúszik, hogy úristen, mekkora királyság ez, hogy milyen fantasztikus, hogy ilyen lesz a vejem, meg hogy egy ilyen pali fog vigyázni a feleségemet, ott minden és az annyira ilyen nagyon szép és jó módon indul az egész történet, hogy nem csak Szita megy hozzá Rámához, de Szitának a három testvére hozzá megy Rámának a testvéreihez is. Tehát ugye Rám és Lakshman eleve ott volt, de amikor eljön az a hír Ajodhyába, hogy egyébként Mitilába mentek a fiúk, és ott megy Lakzi készülődik, akkor Bharata Satrughna is elmegy oda természetesen, hát ugye Dasarat, meg a három fő királynő, ugye Kausalya, Sumitra és Kaikeya is elmennek, és nem fogok emlékezni az összes névre, de azt tudom, hogy Szita hozzámegy Rámához, Urmilla hozzámegy Lakshmanhoz, de hogy Bharatának meg Satrughnának, akik lesznek a feleségei névről, az sajnos nincs meg, bocsánat, tudod, mindjárt 10:30, de hogy technikailag egy ilyen hatalmas nagy Lakzi van, és mind a négy fiú kap négy lányt maga mellé, és akkor idáig volt a mai történet, hogy kb. Most volt az, hogy már nyálam sincs meg semmi, de majdnem nyomtunk 2,5 óra gyerekek, és még sehol nem tartunk. Tehát, hogy még el se kezdődött a rávajának, még el se rabolták Szitát, még el se indult az egész sztori. Majd igazából azt kéne, hogy úgyis mindjárt lerakom, és ez egy pár másodpercre lecsöng, azt kéne megvitatni nektek, hogy mikor folytassuk ezt. Most van ugye kedd, Hanumán szület. Még Hanumánhoz el se jutottunk, úristen, tehát mindegy, igen. Most van kedd, hát majd beszéljük meg, hogy mikor kéne ezt az egészet tovább folytatni, majd szavazzatok, hogy mikor vagy. De hogy technikailag az lesz, hogy akkor itt tartottunk, hogy akkor a,
a királyfék és a királylányok megházasodtak, a jógy és mit így a királysági egybekeltek, és itt még mindig szép és jó minden. Itt egy ilyen nyálszirup limonádé sztorinál hagyjuk abba, és akkor a következőt úgy fogjuk folytatni, a következő bekezdést, hogy akkor indulnak el a gebaszok, akkor kezdődik, hogy Mantara Kaikeinak a szolgáló lánya elkezdi mérgezni Kaikei tudatát, hogy hello, hello, hello. Te gyereked nem lesz király, Ráma lesz a király, és Bharata nem lesz király. De ugyanakkor ugye ott van neked két kis áldásod. Miért nem kérdezed meg azt a királytól, hogy hadd legyen a te fél a király? Neki kötelező lesz megadni azt az áldást, amit te megkaptál fiatalabb korotokban. És miért nem kérdezed már égyből azt a második kérés jogán, hogy miért nem küldél azonnal Rámát mondjuk egy 14 év számüzetésbe, mert akkor addigra Bharata 14 évet meg tud erősödni, maga irányába tudja fordítani majd az alattvalókat, hogyha 14 év után még vissza is jön Ráma a királyságba, akkor ne legyen mit keresnie, hiába ő a jogos király, akkor is a te gyereked lesz majd a király, csak ezt jól kell kijátszani, ügyesen kell behúzni. Tehát, hogy ilyeneket mond Mantara egyébként az a kis álnok kígyó Kaikeinek, és ilyen módon, de csak hogy el tudjátok képzelni, milyen fantasztikus Dasarat onnan jön rá, hogy Kaikei mérges. Hogy Dasarat 363 királynője 363 palotába élt. És amikor Dasarat elment, hogy találkozzon egy este Kaikeivel, akkor Kaikei nem volt sehol a palotájába, és akkor jött rá Dasarat, hogy valami baj van, mert abban a szobában volt, mert minden királynőnek, minden 363 királynőnek volt egy olyan szobája, úgyhogy hogy Krótban van, ami azt jelenti, hogy a haragnak a szobája, hogy amikor a király átment a királynőhöz, de a királynő abba a szobában volt, akkor tudta a király, hogy baj van. A csaj mérges rám. Tehát nem az volt, hogy tudom, hogy nálunk tipikusan, hogy mi a baj szívem? És a női válasz, semmi. Tehát nem ez volt. Odaig el se jutottak. Már megérkezve a király látta, hogy baj van, mert a királynő el volt vonulva a haragos szobájába. És ez gondolom nem ilyen szoba volt, egy ilyen négyszer másfelestől cselédszoba, hanem gondolom ez egy ilyen komolyabb, ilyen harag szalon lehetett, vagy mit tudom, harag terem, vagy harag emelet. Szóval technikailag, és akkor innen fogjuk folytatni, hogy eddig minden is szép és jó, de hamarosan gebasz lesz. Trutyi kerül a palacsintába. Om Tat Szat, drága testvéreim, és akkor itt tartunk a Ramayana egy ötödénél 2,5 óra alatt, de most nagyon sok volt a megágyazó alaptörténet, a következő esetekben már tovább és gyorsabban fogunk haladni, mert azért nagyon sok történetben megágyaztunk, nagyon sok mindenek tudjuk a miértjét. Remélem hasznos volt, és sok özön, sok csokor, vigyázzatok magatokra, sziasztok!